Minden hétköznap reggel 6-kor, akár esik, akár fúj, lehet méteres hó vagy 40 fokos nyári hőség. A Morning Show elindul, és vele együtt ébred az ország. Közel 2 millió ember örül annak, amikor meghallja. Morning Show! Együtt ébredünk. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Honnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt 13 percen itt vagyunk, mi is jó reggelt kívánunk mindenkit. Hello, bello, Jani. Sziasztok, jó reggel. Hello, gyerekek, hát már mindenki elindult, mindenki az éterben, de mi még csak most indulunk, most kaptunk felszállási engedélyt, mint a Vizer 6-kor, ami mindig 6 óra 4-kor elrepül pont felettem. És hova megy? 6 órakor? Hát nem tudom. A csomó 6 órás járatuk van. 6 órakor indul el, 3 vizer elrepül. Fogalmam nincs. Csak gondolom, hogy Burgász, London, nem tudom, Eindhoven, nem tudom, hova mennek. Nem tudom. Fogalmam nincs. Csak mindig látom őket, és tudom, hogy 6 órás indulásuk van. De nagyon jó az analógia. Megyek én is azzal. Elindulok a kis Airbuszaikkal, mi pedig utánuk egy picit később elindulunk a Concorddal. Így van. Ráérünk, úgyis beírjuk. Igen. Na, gyerekek, én mindig hallgatok mindenkit egyébként, tehát ezt rólam azért így köztudott, meg ezt mondom is, meg le is nyilatkoztam, hogy én az összes reggeli rádió műsorban mindig belehallgatok kicsit, aztán valami tetszik, valami nem, de mindig, aki elindul reggel előttünk, jó, abba belehallgatok. Jó, de ezt nem így kéne, ezt nem, ezt most rosszul fogtátok. Ja, ne, az ennyire nem vagyok kritikus, ne. Írod az SMS-t. Írom az SMS-t mindenkinek, itt vagyok, jelentkezem, ne így csináljátok. De jó, nem. Felborult a status quo, igen, sajnos te most kiléptél a szerepedből. Hát, ilyen badarságot mondani, hát jaj, ne viccelj már. Nem, csak úgy belehallgatok. Ez nekem egy ilyen perverzióm, tehát hogy ha akkor elmondom, mi történt a Juventus rádióban, akkor a reggel, mert tudom. Nem szoktam. Na, az már mindennek az alja lenne. Tudod, Zoli. Ja, lenne egy külön telefonom, és mindig SMS-eket küldözgetnék. Bura 77 néve. Bura 77, sziasztok. Hát mi ez a morálot nálatok egyáltalán? Nem, a Juventus rádióban például a férfi műsorvezető elkésett egy kicsit. Ezt is tudom. Na. A Petőfi nem tudom, mikor indul. És miből vették észre, hogy nincs? A szegény lány egyedül volt. Próbálta menteni a mentetőt, és akkor elővette a jól megszokott időjárás standert, és akkor arról beszélt. Nem volt névnap? És születésnaposok között. A skorpiók ma... Névnap nem volt. Aztán úgy szeretem úgy korra reggel, hogy melyik műsorvezető, milyen hangulatban van, mi van velük, ki, hol, ki, mit dolgozik, ki ül éppen mikrofon mögött. Annyira sűrűn változnak dolgok, úgyhogy napra kész vagyok, gyerekek. Aztán a híreibe is belehallgatok, magunkat ja, is. Hát. Egy picit. István Danit is hallom. Persze, kíváncsi vagyok, hogy ott oda át mi történik. Ugye? Dani bal vagy jobb lábbal kelt fel ma. Hát van bal. Tehát, hogy Dani azért nagyon szeret puffogni. De hát Daninak ez a karaktere abban a műsorban, hogy ő a kicsit a néphangja és behozza és puffog és indulatokat gerjeszt, amit a másik két műsorvezető vagy meglovagol vagy elenged. Ezeket nyilván teljesen tudatos szerepvállalások. De egyébként nem tudom őket, senkit hallgatni, mert hogy mikrofon mögött ülök. És ezért ez a 8 percen marad, amíg az autóba ülök. Nem? Tessék? Alig várom, nem. Nem, hogy még legyen megszólásunk, és meg átkapcsolásra. Ez olyan, mint egy tévés mindig nézi a tévéműsorokat, meg a többi műsorvezető tudod, hogy ki milyen műsor csinál, hogy működik benne, jobban vagy rosszabbul csinálná, de te hogy fognád meg azt a dolgot, hogy csinálnád máshogy. Az illető jól vagy rosszul csinálja, Kandász Andrea a naplóban, de hogy is. Nem erre gondolom. Ő hogy esett bele? Ő megláttam, hogy szőke nőt, aki hasonlított hozzá. Mondjuk akkor felvételről nézed. Nem, ez a család. Tehát itt valami más megy. Ezeket szeretem én, ezeket valahogy megnézem. Meghallgatom. De más nem történt kora reggel, úgyhogy betértem. Meghallottam nálunk ezt a fantasztikus Bruno Marsot. Hogy? Elmondja, a Zsül megnéztem el elkes, Londonban repültek. Aha. Londonba mentek fölöttünk, igen. Nem, Milánó, Barcelona, Moszkva. Is. Ja, egy kis varga betűvel. Mindenhova elrepülnek, na hát minden kis korintja, ezek repkednek össze-vissza. Miért nem mehetett Barcelonába az a gép, Zsül? Egy jó Barcelona gyerek. Az milyen? Tehát London-Barcelona érintésével, Zsül? Tudod, egy kis varga betűvel. Van benne, van benne. Kívánunk minden kedves utitásunknak, van egy jó hírünk, Barcelonában is megállunk. Igen. Na,
Gyerekek, mi újság van? Kivel mi történt tegnap? Meséljetek, valami izgi. Én tegnap egész délután szerveztem, rendeztem, terveztem, pólóméreteket vártam, stb., mert ugye közeledik a Vivicita, és egy elég nagy kontingenssel indul rajta. A Class FM-es csapat leszünk, vagy 8-an. Kicsoda megy? Hát figyeljetek, a Titus. Nem, hát ott lesz Tarzan és Vivicita. Így van, igen, nem. És Vivicita. És Vivicita. Mind a hárman ott lesznek. Igen, ott lesz Vivicita is, és Tarzan is. Egy hihetetlen nagy csapat. Én pedig szurkol a pályán. Döbbenetes, döbbenetes. Egy Vivi is elindul, mert a Csita elindul, az oké, de már Vivi is fut. Hát milyen világ ez? Tavaly is támogatunk ugye egy nemes ügyet, és idén is fogunk, a Noi állatoton fogjuk a futásunkkal jelképesen támogatni, az ő pólójukban futunk majd, és elég sokan, évről évre egyre többen jönnek már velünk, úgyhogy lehetne csatlakozni, skacok. Mennyi az annyi? Azt mondja, hogy van 7-es, 10-es, hát arra meg sem és 21-es. Ugye? Igen, 21-es adjuk. 10-re ki se dugom a lábam a házból, a 21 viszont túl sok. Tehát... valami köztes nincs, mindegy adjuk. Akkor nem megyek. Nem, most nyaralás közben futottam egy 4-2, igazából meg se kottya. Hát a tengerparton más. A homokban nem olyan kényelmes egyébként. De mégis a látvány, meg ott vissza szél. Nem értjük, ha lopják az autódat, azért érted a rendületből is. Kíváncsi voltam, hogy milyen kondiba vagyok, és olyan valaki voltam, aki sokat fut, meg idő alapján ki tudja számolni, hogy ez körülbelül mennyi, és mondta, hogy fussunk ennyit, ez 4 kilométer. Hát, nem tudom, mikor futottam utána 4 kilométert, oda-vissza 18 vagy 20 perc alatt lefutottuk, az jó. Az jó, ez nem rossz. 20 perc alatt 4-et? 18-19-et futottunk, és van ilyen műszer, ami mérte, hogy mennyit futunk. Ez tök korrekt. Az jó? Igen. És utána még úgy kicsit bementünk a kondiba. Tehát, hogy nem volt az, hogy Jézusom, most mondjuk ugye lefekszem elájulni. 30 fokba melegben. Az jó eredmény? Ja, 15-20 perc, ez jó. Mondjuk nem mindegy, hogy 15 vagy 20, de a 20 perc is jó. Na, most 12 korrekt. Vagy 20, hát most valahol ott alatt. Ja, ha 10 vagy 40, nem mindegy. Ha 20 perc alatt futottatok 4 kilométer, az 12 kilométeres óránkénti átlag. Akkor nem jó. De ez nagyon jó, az nagyon jó, az nagyon jó. Az nagyon jó. Az a hetet az már lehet, hogy soknak. Az már lehet, hogy soknak. De tudod, hogy mi milyen materiális gondolkodásmódok vagyunk, hiszem, ha látom. Bárki mondhatja, hogy mi történt ott a messziben. Azt egyébként tényleg be kívül, hogy nem volt az. 3-8 volt, pont 4 volt. Nem tudom, nem tudjátok, a futás nem az én világom. Drukkolok, menjetek, fussatok, tessék? A futás se. A futás nem, gyerekek. Én nagyon sok sportot űzök, meg szeretek sportolni, meg tegnap is sportoltam, de a futás az továbbra se valahogy nem. Nem igazán tudom megkedvelni. Mikor futtok? Mikor lesz? Azt mondja, hogy a jövő héten, vasárnap. Júli például félmaratont fut. Na, az szép. De ott lesz Orsi is, ott lesz Roli is, ott lesz Csabi is, meg a Sales első, illetve promóciós kollégák közül is ott lesznek. Há, vagy nem? Ketten. Na, de milyen jó, hogy ilyen sportos a rádió. És Titus is ott lesz. Mit csinál? De hát mit csinál? Ellövi a rajtot, gondolom. Nem, magyarázkodik. Jöztem fánk. Majd a vég. Azt hittem, hogy jó. Lesz fánk. De indul, vagy hol? Igen. Ez ahogy hívják, szalagos fánk futóversre. Egy nem, indul. Egy fánk. Tavaly is indult. Tavaly is ott volt egyébként, hol? És egy 10-est lenyomott. Tőleg? Na, az viszont azért szép. Na, az dicsérjük meg azért. Az gyerekek, az egy 10-et lefutni, ahhoz már azért kell. Korrekt. Annyira népszerű egyébként a verseny, hogy például a félmaratoni távnak a nevezési számát azt fixálták. Mert túl sokan voltatok? Túl sokan jelentkeztek. Úgyhogy most már nem annyira lovas, inkább futó nemzet lesz. Nincs hely az úton, vagy miért? Hát részben szerintem ez is közrejátszott bennem. Aha, és mennyi 10 000 ember van ilyenkor? Fogalmas sincs. Nem, figyelj, 8500, félmaraton 8500, csak ugye két másik táv is van, és ezeket nem egyszerre lövik el, hanem ráadásul ilyen szakaszos rajtok lesznek, úgyhogy hát nem egyszerű dolog egy ilyen összerakni. Menő, jó, szurkolunk. Uh-huh. Szurkolunk valahonnan. Valahol egy jó teraszról. Most kezdem, itt a jó idő télen, a franc menjen ki. Normális dolog az -1 befutni. Nem. Azt hívják téli alapozás. Azt téli, én alapoztam végig egész télen, és majd most, hogy itt a jó idő. Tegnap annyira jó idő volt, hogy már el is kezdtem a szabadtéri mozgást, letekertem az autóm tetejét, érted, befeküdtem, kizene, és a városban nagyon jó volt. Nagyon jó és volt. És szóltak, hogy Feri, csak jövő héten nyit a terasz. Nem, már terasz nyitva van. Kiviszünk bármit. A terasz már nyitva van, megálltam valahol mellette. Ne, tök jó volt, tényleg jó volt, úgyhogy mindjárt, ahogy jó idő van, elkezdem. Na. Én is, és a jövőre ott leszek a Vivicitán. Na, az... veled együtt arra nem a célnál várjuk a többieket. Azt az alapozást is kihagyott, tehát nem lesz elok. Ja, tényleg, ez mindig tavasszal van. De miért kell ilyenkor futóverseny? Ilyenkor még senki nem fut. Szó. Ne tegyék könnyen ígéreteket. De mondom, de a célnál leszünk ott veled együtt, egy megterített asztalnál várjuk a többieket. De te egész télen futottál? Nem. Hát persze, helye közel. Nem megy ki az ember ilyen hidegben szerintem.
Vagy, na mindegy. Hmm. Következő van. Gyerekek, segítsetek rajtam. Megverjek egy boltost, vagy nem? Ez a kérdés. Szerintem igen. Jó, akkor köszönjük szépen, ezzel meg is vagyunk. Nem értem a kérdést. Miért ne? Mi tart vissza? Figyeljetek, küldetéstudatot találtam magamnak, mert van ez a telefonom, és ezen volt egy tok. Egy 300 forintos fekete színű műanyag tok, ami az idők folyamán ugye szétesett. És bementem a Királyi utcában, van egy ilyen kis direkt telefonbolt, és csak kiegészítők, és ha a kihangosító, és a füledre, és ilyen tok, és a Swarovski, és az akár. És mondom a tesónak, hogy szevasz, brada, kéne erre a készülékre egy tök egyszerű, tehát nem kérek rá izét, pöttyök, nem kérek semmi, egy fekete tok. Elkezd a csávó keresgélni a pultban, kirakott mindent, de amit el tudsz képzelni, minden van, úgy, hogy elektromosan tudod érinteni meg az akármicsoda, mondja, hogy nincsen. Hát mondom, jó, megértem, nyilván elfogyott akármi, hogy tudsz-e hozni? Hát minden nap melyek áruért viccelsz? Minden nap. Valami a kamióról. Mondom, akkor, hát valószínűleg ez is benne van. Mondom, akkor hónap bejövök. Ez egy kettő hete zajlik a folyamat, csak mondom. Kettő, akkor hónap bejövök. Ú, gyere, hónapra meg lesz. Bemegyek. Másnap mondom, hello, megjöttem a tokét, milyen tok? Hát mondom, az a fekete, amit beszéltünk, mondta, hogy júj, az most nincsen. Te mondom, hogy nincs ebben a városban a beszerzési forrás, egy hely, hogy meddig járjak oda minden nap. Hideg élelmet hozzak, tehát menjek el egy másik boltba, vagy szerintetek egyszer fog hozni a csávó egy olyan tokot, amit én kérek. Mondom, ez egy 300 forintos műanyag darab, és megígérte két héttel ezelőtt. Tehát most már egy kicsit így bennem van a küldetés, tudod, hogy ha már megígérte, akkor oda járok. Hát ha. Hát én vackot mindenhol kapni. Tudom, hogy lehet mindenütt kapni, de mondom, ide mentem bemész be. A bármelyik izében. Én hozok egy fél méter fogapakot otthonról, beletekerem. Tudom, az nálatok divat, de az nekem nem jó. A barátom ezzel foglalkozik, adok neked címe, már jártál. Voltam ott, igen, de kamionokat tör fel. Hogy na, de most egy 300 fontos tokért nem fog elmenni a város másik végébe. Meg most már ilyen érzelmi. Meg érzelmi, ezt ugye akarom mondani, hogy mikor fogja a csávó meghozni a tokot. Érted? Képzeljétek el, az Rákóczi fiú mekkora rohadék, hoztam neki tokot, megígértem neki, hogy nem jött be, érte, hogy tökör. Rohadt nagy beruházás, és nincs, és nem. Hány szó voltál ott, kétszer? Többször már. Többször? Aha. Többször. Hogy honnan válsz Balekká, és hol vagy? Tehát, hogy, igen, mikor hogy, engeded el azt? Igen, tehát mikor engeded el, mikor mész inkább máshova, vagy mikor mész már csak azért is vissza, hogy na most már akkor bebizonyítom, hogy tudok tokot szerezni. És akkor már tudod, a slusszpén 4009, számla nincs. Tudom, és a tász, és így. Igen. Micsoda? Nem, meg engem azt se zavarna már, ha 4009-én 490, ugye nem? 4900. De ez egy 490 forintos tok egyébként, tehát még egyszer mondom, semmi extrát nem akartam, amit arra gondolsz, hogy alapból van mindenütt ilyen, van pirosba, sárgába, feketébe, kékbe, és akkor egyébként, ha te nagyon extrásat akarsz, ilyen Swarovski gyöngyökkel kihímezett bőrtokot, akkor arra mondjuk várni kell egy hetet, de ugye? Uh-huh. Nem? Na most az van nála, és azért érdekes a dolog, mert a csávó megígérte, tehát mondta, hogy megszerezzük. Ígéret, szép szó. Megszerezzük, lesz, és most már voltam ötször, azt hiszem, az elmúlt két hétben. Hogy meddig fogja? Most már egy picit elengednéd? Én igen, hát hogy ennyit szerintem nincs egy tokba. De barátom, most már lassan, érted? Meg megígérte. Bemész is szól valamit, benéz a táskába, kicsit leülsz a számítógép elő, internet ezzel adik. Ugyanoda mennek most már iskolába a gyerekek is, érted? Hogy megígérte az ember, hát akkor most nyilván ragaszkodsz. Hát, nagyon jó telefonból volt lehet, ha nincs egy 300 forintos fekete tokba egyébként, de nagyon komolyan mehet nekik az üzlet. Egy kis kapuhajban dolgoznak. Nem lehet rajta túl nagyok a haszonkulcs. Hozzak neked egyet hétfőre? Én találkozom azzal a barátommal. Vagy bemenjen Balázs neki holnapra, tényleg hozzák. A másik, hogy oda szólok, oda telefonálok, mire odaérek, ott van a doktor. Nem, tényleg, van egy barátom, ezzel fog hozzak egy sima fekete tokot. Hányas telefonod van? 4-es, 5-ös, 6-os? Nem olyan, ez nem olyan, érted? Már mi nem olyan? Az, hogyha te hozol tokot. Jó, hát akkor szenvedjél. Nem szenvedek, a küldetés, tudod? Meddig kapaszkodsz ebbe a dologba? Hát nem. Te már elengedted volna, mi? Nem, én bementem volna a lányomik osztályba, és előttem volna valamelyik osztálytárs. Valakinek a kis tokját. Egy nagyon kedves barnahajú hölgy van egyébként, és a főnöke nevében mindig megígéri, hogy ő ezt meg fogja ugrani. Fia, van arra dolgod, más patyolat, mit tudom, mit csinálsz. Persze akkor, a patyolat az ott van, igen. Neki ugrad a zápizba. Neki ugrad a zápizba a patyolat, akkor érdemes, de csak azért a királycába. A ravilba. Van leárazás a keravilba, tényleg. Nem én vagyok a leárazós. Tehát ha van dolgod, akkor menjél, de 63 másik nyolc helyen tudnám azonnal megvenni ezt a fekete tokot. Tehát, hogy én elengedném. Igen. Az ember idő után a balek, nem? Hogy bemész, szia, jaj, nincs. Szia, megint van, jaj, nincs. Hát már így van, lehet már
ők is rajtad rögne. De belefetszöltem most már energiát, ahol már négyszer vagy ötször voltam. És négyszer nem tudtak tokot szerezni? Nem, mert az elsőre ugye mondta, hogy most sajnos nincsen, de holnapra lesz, akkor holnap nem volt, akkor vártam három napot, hogy mondom, több időt adok a beszerzésre, akkor elcsúszott valami, elfelejtették, vagy megsérült a főnök, vagy nem tudom, aztán még volt két kifogás, de most nagyon várom, hogy ma meg lesz a tok. Zsű, adok 500 fontot, tedd már a tokot, hallod. 2000 mi? Az? Na, adjál már 7000. Na jó, van, rajtunk keresni. Adok egy 7000? Akkor még veszel szendvicset is. 7000, most már kíváncsi vagyok. De ez valami földiszkózottok szerintem. Mutasd, Zsül. Aha, ja nem az. Gyerekek, szóval, hogy komolyan mondom, Zsül. Mi az? Hogy az ízlés, tudod. Hogy az ízlés, de tényleg, tehát, hogy komolyan mondom, aki ilyen tokot hord, az nyáron zoknival veszi fel a szandálba. Tényleg, tehát, hogy... De... Jó, most ez betalált azért, Zsül. Nem figyelj, csak rám nézel. De komolyan... Csak rám nézel, a szeretet, megértést vársz, csak rám. De komolyan mondom, hát valami förmedvényes ronda ez a tok. Én értem persze, hogy drága, meg lejti az embernek, vigyázni kell rá, de... Én ezt az egész tokos mizériát nem a tokhoz vetted a telefont? Nem értem. Minek veszel rá tokot, Feri? Mert olyan bácsi, olyan öreges. Micsoda egy jó tok. Minek hát veszel? Hát most minek vagy veszel? Ne legyen ilyen telefonod, hát ez, vagy akkor legyen egy olcsó telefonod, amit nem, ez van ez a veszek egy drága telefon, de nagyon féltem, és kicsit én vagyok nem a telefonod, és inkább tokba teszem, hagyd a fenébe. Elárulom neked, hogy miért veszek rá tokot. Ugyanazért, amiért az 1-2-es ladára régen a kormányra ráhúztuk a vastagítót. Emlékszel? Emlék, hogy nem, bunda vastagító, szörme vastagító. Azért, mert az 1-2-es ladának az 1 centi átmérőjű kormányát kényelmetlen volt fogni. Az én kicsi kacsóm, amely azon szocializálódott, hogy kellőképpen meg tud fogni a disznó lábát, amikor elszaladna előled, annak vékony a telefon, és így nem érzem, hogy csúszik ki a csomagod alufóliában. De az nem jó, mert akkor érintek. Akkor nem tudod, akkor vág ki elő. Érted. Ezért. Ez a tok, ez egy nagy biznisz. Tehát, hogy ezért. A barátoménknak is nagyon jól megy, de hogy... Tudod, egy ilyen egyszerű tok. Na, tessék. Na, kaptál érted, egyet? Kaptál egyet. Hát de ilyet Vikinél nem volt. Mindig van fal sebbe kettő áron. Azt hiszem 50 batér vettük kint, úgyhogy egy rúgó életi. Meg majd Feri. Na de ezzel nem telefonálhat egy férfi, hát nézd már, hogy nézek ki, mint egy hülye. Egyébként József alatt se vagy egy játék. Mi? Hogy láttad, hogy a Vikinél van egy, ott kalódik. Megszerezzem a tokon. Na megvan. De ez valami ízé, ilyen szellemi töltetű, hogy hívják, egy ilyen szélforgó van rajta, egy indián szélforgó, nem? Vagy milyen? Nem tudom mi az, csak tudom, hogy valami 40 watt volt, vagy 50 watt, tehát ami hihetetlen drága volt egyébként. Na, érted, 200 forintért vettük. Látod, konkrétan. Mennyivel korrektebb? Kis fekete, kényelmes, nem csúszik, meg tud fogni. Na jó, hogy össze ezzel a dumával, hogy meg tudod fogni. Te is félted, hogy összetöröd, az berakod egy ilyen izétokba, berakod, mint az jó. Összes ilyen... Hát ne haragudj, én nem tehetem meg, hogy minden héten új telefont veszek. Hát vigyázni kell rá. Hát vigyázni kell rá. Egyébként, ha már mondom, egy sokkal humánusabb megoldást a toknál, van egy vékony üveglap, amit föl tudsz tenni előre, ami nem látszik rajta, hogy üveglap van, mint hogy az enyémben is fölöktöm összetörtem. És én tudok egy jó üvegest. Lerakod az üveglapot, és nem tud maga az üveg összetörni. A átlapot azért nem nagyon töröd össze. Nem, és az üveglap viszont megvédi a karcolást, mert minden most az 500 font, és cseréled az üveglapot rajta. De nem, nekem nincs az elejével semmi bajom, nekem a méret és a csúszás, érte? Hát ne. Jó. Én még inkább legyen 6 összetört hátlap, mint egyszerűen berakjam egy olyan tokba, mint a Zsül. Tehát akkor inkább levágom a kezemet. Na mindegy, keltok vagy nem? De sima feketét tudsz hozni? Sima feketét, igen. Részeg? Persze. Hát vagy józan. Igen. Vagy azért furcsa. Vagy józan és attól furcsa. Vagy egyébként mindig részeg, de... Egyébként az a baj, hogy azért nem tudod megfogni, mert hozzá vagy szokva minőségi piákhoz, azoknak meg általában vastag a nyakuk. Hogyha te is hozzá lenni szokva a kőműves vitaminhoz, hogy reggelenként a kis feleshez, annak nagyon vékony a nyaka, akkor nem kéne. Meg tudnád normálisan fogni. Igen, az, mert drága üvegeket fogod tényleg, mindig vastag. VSOP-t. Rende egyet neten írják egyébként, igazuk van. Tökre. És akkor kártyás fizetés mi? És ott közben valami történik a kártyáddal? Ez tényleg bekarmadott. Úristen, be van. Hallott, részeg vagy. Na jó, hogy állunk játékkal? 2-1. Az egész biztos, de hogy kinek az... 2-1 a hallgatóknak. 2-1 a hallgatóknak. Szerintem ezt az egy pontot most már ne eresszük el. Ragaszkodjunk hozzá, jó? Anna azt írja, nem asszatoljunk. Nem, hallgatók, műsorvezetők 1-2. Igen, mi vezetünk. Tehát mi vezetünk. Mi vezetünk? Te hát nyitott, minden nem mondom végig. Akkor húzzuk be. Húzzuk be ezt az egy pontot, jó? Szerintem ne eresszük el, ragaszkodjunk hozzá. Nix, ugri-bugri, oké?
Igen, mert tegnap hallottam volt, ezt ugye valahol, hogy nixugribugri. Ugye, ezt az egy pontot be kell húzni. Azt is hallottam, hogy jó. Jó, nixugribugri, hát akkor legyen. Lehet jelentkezni játékra. Jó, fél hét múlt pontosan 2 perccel, és ha valaki nagyon arcoskodna, akkor annak mi örülünk, írjatok nyugodtan SMS-t, hívjatok ki bennünket játékra, mi pedig jövünk Ákos ide után. 9 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Azért döbbenetes, hogy valaki ezért a zenért pénzt vesz fel, nem? Nem keveset, ha tudod, nem keveset, ez a baj, illetve ott a Commodore 64-en az Azték című játék, ami futottál a piramis felé, levetted az alapot, és írtál rá, valószínűleg nagyon bugyult a szöveget, mert azt nem hallgattam. Ez nem valami elképesztő. Csak tudod mi van, hogy ez neki jutott eszébe, hogy az Azték alól levegye. Ennyi? Hát gyerekek, a kapu mindenkinek itt van, szoktam volt mondani ezt, ő megírta, és valószínűleg tökre kereste magát. De hát ez... Igen, belehallgattam. Többen kérdezitek, mi a szám címe? Knob. Music. Knob. Hát, vagy ha a K-t nem együk, lehet, hogy Nob, nem tudom, hogy most milyen. Knob, vagy melyik náció. Igen, hogy honnan van, mert a K-t nem mindig ejted ugye a szó elején, de lehet, hogy akkor Nob. Nob? Akkor csak én mondom, nem mindig Knight Ridernek. Igen, vagy Knife-nak, igen. Tehát, hogy van, amikor a K-t ugye nem együk. De, hogy, tehát a Knob, nem tudom, Music. Így tud valaki rákeresni. Na, mondani akartál valamit, hogy megörültél valaminek? Nem. Tapsoltál? Nem, megjöttetok. Nem, egy. Nem jött. Nem, nagyon vártam, de nem jött. Hallottam a levegővételt, azt hiszem, rá akarsz fűzni, de nem, jobb, engedjük el. Azt mondja, hogy nézzük, mi a helyzet az utakon. Nézem. De gyerekek, nincs közlekedés, úgyhogy küldjetek, jó? Mert segíteni én azoknak, akik... Menj már vissza, honnan jöttem. Honnan jöttél, mit akarsz itt, és miért nem mész vissza? Hogy segítsünk azoknak, akik úton vannak, jó? Drága Morning Show hallgatók, küldjetek nekünk közlekedést. Ha minden rendben van, az akkor ne, tehát arra ne pazaroljatok, nyilván SMS, hogy M3-oson minden oké, nem kell. Csak ha láttok valamit, küldjetek, mert ma reggel egy picit kevesebb jött. Na, megnézzük ki a hét utolsó játékosa. 2-1-re vezetünk, csonka hetünk volt, ugye, hiszen hétfőn munkaszüneti nap volt. Úgyhogy vagy 2-2, vagy 3-1, és egy újabb hetet húzunk be. Megnézzük, hogy kivel játszunk ma. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Hello! István, hello István! István, igen. Honnan hívtál minket, István? Hát most úton vagyok, éppen megyek Makóra, sofőr vagyok, szállítok. Mit szállítasz? Hát gazdaboltokban vegyszereket, egérmérget, virágföld, meg ilyeneket, mindenfélét. Ó, egérméreg, virágföld, az nagyon... Nagyon jól hangzik. Nagyon. Nagyon, igen. Kivel szeretnél játszani, István? Hát veled, hallottam, hogy nem játszottál még a héten, meg hallottam is egész héten, úgyhogy veled szeretnék. Igen, tényleg egyébként nem, mintha baj lenne. Tehát jól esett egy kicsit így nézni, ahogy a srácok itt küzdenek, és hozzák a kötelező győzelmeket. De nem volt baj, hogy nem játszottam. Jó, játszunk akkor egyet, jó? Megnézzük, hogy mennyit felejtettem itt az elmúlt 3 hétben, mert hogy elég régóta nem játszottam. Hát igen. A Noel-el többször, de mindig legyőzöm, úgyhogy... Hát nem találom. Mindig van sikerélmény, folyamatosan. Igen, nem kivoltad, Jó, hát persze, muszáj. Valakin azért muszáj győzedelmeskedni. Na, mehetünk, Jani? Mehetünk. Van fejér. Na, itt vagyok. István, jól értettem? Persze. Így van. Milyen István? Szepesi István. Szepesi? Szepélek hívbecének mindenki. Szepi a becenevet. Így van. Szereted? Persze, mindenki úgy hív. Mióta szállítasz, hogy mióta sofőrködsz? Hát 6 éve csinálom már ezt. Előtte mit csináltál? Egy multicégnél voltam. Ott is sofőr vagy, ott is szállító szintén? Ott a vége. Csak ilyen finoman, ilyen tudod, ilyen kicsit úgy finoman kérdezget, mint egy baráti beszélgetés lenne. Ne érezze a téted. És hogy ennek még mindig bedőlnek az emberek, hogy azt hiszik rólad, hogy akarsz új barátokat, pedig mindenki tudja, hogy nem. Ma azt választottam, hogy ilyen nagyon kedélyesen, lazán, tét nélkül próbálok meg, mintha ülnénk valahol egy kocsmában, és mi voltál előtte, mit csináltál? Szeretted? Jó meló volt? Főnököt bírta? Tudod, majd ilyet próbáltam hozni. Nem volt jó. Nem volt jó. Hát ezt ki is mondtad. István, sajnáljuk. Csak nyertem. De megpróbáltad. És legalább adásban voltál, hát másoknak ez sem sikerül. Köszi a játékot. Köszi, hello. Ciao, hello.
Akkor így, tehát végeredmény. Három, egy. És egy nagy tapsi ár, így van a 11. behúzott hétnek. Szörnyű, szörnyű, hogy ezt a hetet is nekem kellett eldönteni, de megtettem szívesen. Tehát, hogyha, tényleg, mi semmit nem csináltunk itt az elmúlt napokban. Éreztem, hogy a hét közepén játszotok, meg nem tudom, de a terhet rám hagyjátok. Aha. De én megoldottam. Volt néhány megingás, amikor pontokat hoztunk. Igen, de úgy éreztem, hogy a pénteknél már ti letettétek a fegyvert, és ott bevetettétek a nehéz tüzérséget. Jó volt, ugye? Jó, hogy van. Hányadik nyerthetünk? 11. 11-1-re vezetünk most, és van egy döntetlen hét. Mm-hmm. Jó, de ezt megbeszéltük, hogy évvégén nem ajánljuk föl semmi univerzum királya, császára, de semmi nem lesz. Könnyörtelenek vagyunk ebben az évben. Nem ajánlunk föl semmit könnyelműen. Jól van. Na, azt mondja, hogy Tihanynál mi van? Deris napot, uraim, a Balatonon, a Csőben Tihanynál ködben úszik, de nem is nagy a forgalom, a vizen végre péntek. Denis küldte nekünk, köszönjük szépen. Aha. Indul a hajózási szezon, lassan már elindult, nem? Így van, a kompozás is lehetséges most már, mondjuk azt hiszem, ez télen is ment, de hosszabb, most már sűrűbben van. Az jó. Baleset van az M3-ason, a 140-es Kavicsnál Miskolc felé, egy személyautó az árokban, már helyszínelnek, csak a belső sáv járható, Hajdúszoboszló belterületén, Kaba felé rendőrautóból mérnek, és a 65-ösön Siófok előtt van egy trafi, ezt Bálintos küldte nekünk. Na, kellett neked mondani, hogy nincs közlekedés. Tessék. Azonnal elárasztottak minket. De ezettől ott lesz trafi, ahol mi szeretnénk. Hát hallottátok a kezdeményezést, hogy óriási. A lakossági bejelentés alapján oda küldjük majd, vagy oda küldik majd a trafikat, ahol kell lenni annak a trafinak. Tehát van ötletem, beszélni két után erről, persze. Már kitaláltam valamit. Igen, hogy valahova elküldünk. Én is nagy lehetőségeket látok a dologban. Az ország egyik fele, amilyen lesz, azt csinálunk, amit akarunk. Szerintem van benne ráció, úgyhogy beszéljünk erről a hírek után. 3 perc múlva 7 óra, jövünk Ákos hírei után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 11 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és elkezdjük a pénteki napot, mert hogy péntek van, és jó idő lesz hétvégén. Hát ennél nem nagyon kell több, nem? Nem, kicsivel is beérjük. Bőven elég, hogy péntek van, és 22 fokot mondott most az Ákos, jól hallottam? Hát ragyogó már... napsütés, ma 20, holnap 22. Gyerekek. Múlt hétvégén kicsit rosszabb idő volt, úgyhogy akkor nem is mentem, de most mindenképpen megyek locsolkodni. Na, azt gondolom, hogy fogod a kis kölnidet, és verset szavalsz a kis... Figyelj, sokkal nagyobb az esély, hogy ilyenkor beengednek, hallnak is valamit, stb. Annyira meg leszelek lepve. Tudod. És mi a versed? Zöld erdőbe jártam, Questor csődöt láttam, ilyen. Hallottam ilyeneket. De már van. Hát persze, a napi aktuális dolgokat azért ugye minden éve beleszövik. És képzeld el, hogy olyanhoz mennek, aki érintve van a dologban. Most gondolod el. Hagyjád. Rohadja, paff, és ágy. Megölöd a húsvét ünnepet azonnal, vagy megölted. Én hallottam ilyet egyébként, tényleg. Úristen. Van, és ugye ez a húsvéti locsoló versekre mindig jellemző volt, hogy az éppen aktuális dolgokat, történéseket valahogy azonnal versbe fabrikálták, és akkor ezt így szépen megálmodták. Mondom, ezt konkrétan hallottam, hogy valaki ezzel megy majd. Ez jó, nem? Azt engedd el, szerintem nem annyira jó, de neki ez nagyon tetszett, és nagyon ragaszkodott hozzá. És mi a vége a csattanó? Mondott még valamit, de már itt tudod, én így zárnak a füleim, így jelengettem, tehát hogy így nem... Már a locsolódás elejénél lezártál. Igen. Igen. Nem tudom, hogy lehet. Van itt lehet. Zöld erdőben jártam, Malontónál, elnököt láttam. Nem tudom. Nem tudod jól befejezni, mindegy, hagyjuk is. Nézzük a közlekedési híreket, mi a helyzet az utakon. Azt mondja, hogy M0-as 52-es kilométer előtt az M3-as felé haladókat mérik egy rendőrautó hátsó ablakán. Az M3-as jó járható egyébként, Meti küldte nekünk. Nyugati után Margitit felé az építkezést elválasztó fémpanelek bedőltek az egyetlen sávba. Át kell menni a buszsába. Ildi küldte nekünk. Hajdúszoboszló belterületén rendőrautóból mérnek. 65-ös Siófok előtt szintén van egy trafi, és Kőszegen a határ előtt szintén trafiznak. Ezt Szabi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, hát ez a rendőrségi kezdeményezés, ez nagyon jó. Zseniális. Nagyon. Országos sebességmérési maraton, a német akció mintájára meghirdetett, vagy a német mintára meghirdetett akció lényege, hogy jövő csütörtökön ott készülnek majd baromi drága fotók, ahol ugye a magyar lakosság szerint ez indokolt. Óriási. Hát azért erről beszéljünk néhány mondatot. Hogy kell ezt elképzelni? Mi lesz ez?
hova küldjük a trafit, hova lehet e-mailt írni, itt most arról van szó, hogy ők kifogytak a jó ötletekből, vagy azt mondják, hogy már mi mindenhova raktunk. De most mondjátok meg ti. Ez egy érdekes kérdés, hogy mit akar ezzel a rendőrség? Megszerettetni velünk a trafipaxot? Nem fogjuk. Megszerettetni velünk azt, hogy lépten nyomon mérnek bennünket, nyilván nem fogjuk. Tudjuk, hogy miről szól, ugye nyilván persze azért is, hogy kevesebb baleset legyen, de szól arról, hogy foltozni kell a költségvetést, sokkal inkább bevételről szól ez, mint baleset megelőzésről. Félek, hogy nem az autósok fejével gondolkodtak, hanem hogy ők arra gondoltak, hogy azt kérik, hogyha te lakos vagy egy faluban, ahol állandóan átszáguldanak az autók, holott 50-es tábla van, akkor majd a falu lakói szólnak, hogy karancs lapúj tőre szeretnénk kérni egy trafipaxot aznapra. Tehát mószeroljál. Tehát mószerolás. Aha. Még egyébként abból a szemben az nem rossz, hogyha nálad ott sokat, az óvoda előtt számolna teljesen érthetetlen módon, egy lejtő végén végződik az óvoda, és sok elme beteg úgy érzi, hogy a lejtőn be kell gyorsulni úgy, hogy az óvoda előtt egyébként nem lassítanak, ahol ugye rohangálnak ki be a gyerekek. Én nem tudom, hogy mer ott valaki egyébként 10-nél többen menni, csak egyszer lépjenek előtte. Úgy mennek, hogy az valami elképesztő. Tehát nem lassít, pedig tudja, hogy óvoda van. Most én oda bekérek egy trafit, akkor oda beraknak egy trafit? Igen. Ott akkor lesz. Hát, ha még sokan kérik. Ha még sokan kérik. Persze, szerintem azért több voks kell. Jó, hát ha ő ír, akkor neked is írni kell, meg nekem is, azt tudod. Ugyanoda. De az nem fő útvonal, hanem egy mellékút, de viszont sokan száguldoznak, és tényleg nem tartják be, hogy ott óvoda van, és bárkinek a gyereke egyébként leléphet, akkor én most megírom, hogy kedves ORFK, jöjjenek már el az óvoda elé, és mit tegyenek már be oda egy trafit, ahol egyébként a komoly átmenő forgalom nincs, tehát az nem lesz azért. Várj, a hír úgy szól, hogy indokolni kell? Indokolnom kell azt, hogy én miért nem, kérem? Te csak javasolhat, és majd az ORFK közlekedési rendészeti osztálya, gondolom én, átnézi a javaslatokat, megnézik, hogy ott valóban föl lehet állítani trafit, mondjuk egy száromra lerakod, tehát nem egy bajol dolog. Indokolta ott, hogy trafizzál. Na de, várjál, akkor előtte neki ki kell oda küldeni mondjuk egy forgalommérőt? Aki ellenőrzi, hogy ténylegesen van ott olyan forgalom? Mert hogy csak így habókra ennyi trafi van? Vagy a régiekből küldi neki? Hát nem, most másút nem lesznek, tehát csütörtökön csak ott lesz trafi, ahova kéri a nép, érted? De nem lesz az, hogy most... Igen, csütörtökön csak ott készülnek majd drága fotók. Tehát csak ott lesz, amit jelentenek. Vagy akkor a másik, van az indoklás, ami a tiéd elég erős, van egy óvoda, kifuthat a gyerek, nem ennyi 80-nal, 50-nel se. A, B úgy fognak majd választani, hogy amire a legtöbb szavazat érkezett, ahol a legtöbb kérés jött, akkor oda raknak ki trafipaxot. És akkor, ha Balázs jelenti ezt például az óvodás sztorit, ami nagyon erős dolog, mert az tényleg kéne vigyázni, de ha mellette két utcával, egy mellékutcába öten kérnek trafit, akkor oda fognak menni. Na? Mi fog győzni? Te rákérhetsz az én trafimra? Igen. Persze. Tehát én ráhúzhatok egy lapot a szomszédommal együtt, és akkor a te trafi kérésed... Az megy a fenébe. Mert mi ketten kérjük. Aha. Az, aki ott elsóan reggelenként. Hány darabtól indokolt? Tehát bejön 10, akkor az már indokolt, hogy tegyenek ki a szomszéd elé, mert az állat mindig úgy hajt, hogy mérjek már a Józsit a zsirájával, mert rohadjon meg minden reggel. Azt szerintem kevés, de szerintem most mi itt például itt az éterben, igen, majd Morning Show hallgatok, és a Morning Show műsorvezető, hogy vagyunk annyian, hogy mondjuk a bocsék háza elő, de rakassuk egy trafit. Nem akarom bemondani az utcát, természetesen. Tehát, hogy... De akkor találjunk valahova, találjunk egy trafit most, rakjuk le. Jó. Nézzük meg az e-mail címet, hogy hova kell írni az ORFK-nak, és nézzük meg, hogy jövő héten, április 16-án ott van ez a trafi. Mert azt gondolom, hogyha mondjuk azért 100 vagy 500 hallgató ír trafit, akiket mi megkérünk, hogy írjanak azonos e-mail címre egy bizonyos címmel, vagy utcanével, vagy várva, akkor azért azt nem hagyhatja figyelmen kívül az ORFK, bejön egyszer csak 800 e-mail, hogy ide tegyenek le egy trafit, arra nem tudják azt mondani, hogy nem kérték elegem. És nézzük meg, hogy jövő héten 16-án ott van a trafi. Jó! Na, tessék, mondja, hova tegyük? Kinek a háza elé? Kinek, melyik költők szeretne egy trafit? Nekem lehet. Szerintem igen, Feriékele lehet, nem lehet. Megvan ráadásul a teraszol. De akkor várják, szúrjunk ki valakivel. Az nem jó, mert a terasz az egy mellék utcába. Ja, tehát akkor nem látsz rá. Onnan nem fog, de letok menni, van lámba, van lift, van lépcső, minden. Nálunk nem lenne annyira indokolt. Szegedi út. Szegedi út? Szegedi. Az jó, megy Budapesten, 13. kerület, és így mennek néha. Az, mert az előttünk van nem messzire. Lesétálok, kimegyek. Vagy nem jó, mert most hangosan mondtam el, és akkor a rendőrök is tudni fog. Melyik az az utca, amelyik jön ki a parlament
Alkotmány. Csináljuk meg, hogy rakassunk le. Csináljuk le egyet, hogy rakassunk le egyet oda. Ugye az Alkotmány utca jön ki? Igen, ugye? De az Máriám most már nem lehet ráhajtani a térre. Mert ott a sétáló utcát csináltak. Kérjünk igen, egyet jó. A parlament környékére. Hát és nézzük meg, hogy lerakja-e az ORFK parlament az környékére. Most már rakpart, a rakpartról jönnek be a mély garázsba a képviselő urak. Kérjünk oda egyet, ja, hogy a képviselő urak, mindenki, aki a parlamentről jön ki, mert az lassan menjen, ne rohanjon. Ez egy jó ötlet. Kérjünk egyet oda. Azt, hogy ne egyet, hanem akkor a Falk Misába és a Garibaldiba is? Körbe bástyázzunk. Most nincs se előttem térkép. Tehát gyakorlatilag akkor a Pest felé első rész, a három igazán fontos utca, az meg is lenne. És akkor még mondjuk az alsó rakpartra is. Jó, de akkor ez melyik utca? Egy utcát mondjatok, mert akkor az Alkotás utca az nem jó, hogy annak a végére, a nyugati felől végére, az nem jó? Hát ugye az Alkotmány... Alkotmány az a Bajcsira jön ki, ami ugye felüljáró, nyugati téri felüljáró lesz. A másik végén van a tér, a parlamenttel, de azt már lezárták. Oda nem tudsz behajtani. Igen. Na de a felüljáró végére oda le tudsz tetetni egyet. Nem? De ott például ott lámpa van, ott már lassan mennek. A kettő közt. Aha, ott lassan igen. És akkor ők látják. Tehát az Alkotmány az jó. Igen, Alkotmány az jó, az Alkotmány közepét kéne valahogy benézni, ott milyen kereszt utca van. Azt mondja, figyelj csak, Szemere utca. Szemere, Alkotmány Szemere. Itt ottan? Itt vagyok fönn. Alkotmány Szemere sarok. És azt is megmondod, hogy merre mérjem? Bajcsi felé vagy a parlament felé? Tudod javasolni a mérési irányt, hogy merre mérjem? Ha nincs 180 fokos trafi. Hát de ne forgolódjon ott szegény. Hát nem, akkor legyen kettő. Az nem jó, ha forgolódjon. Erre is, arra is. Kérdezi, hallgat, hogy mi van akkor a Zsák utcába kér valaki trafit? Tehát most 500 e-mail jön egy Zsák utcába, berakják? De. Hát azért, mert a végén... De rendőrség azt mondja, hogy mérlegelik azért ezeket. Tehát, hogy nem feltétlenül hülyeség, most kirakatom egy szántóföldre, hogy a Józsi, hogy traktorozik, az nem biztos, hogy lemérik. Ez valószínűleg a Zsák utcát sem. Hát a Zsák utca elég hosszú azért, hogy bekanyarodsz, és te a végén laksz ott, azért tudsz nyomni egy kövér gázt, nem? Tehát ha mondjuk az egy 300 méteres Zsák utca, azért már 100 méter után egész jól tudsz menni. Mi a BRFK-nak a székháza? Hát a BRFK, ez nem a Teve utca. Az a budapesti rendőrfőkapitányság. Kérjünk oda egyet. Artan a parkolóban. kérjük meg 500-an, hogy rakjanak le. De ez nem jó, mert ott csak kisétál a vállál egy trafival. Az nem baj, de csekkolni tudjuk. Rakjunk le egyet a Teve utcához. Hát kérjünk egyet. Nem forgalmas. De most nem az a lényeg, hogy forgalmas, hanem hogy lerakják-e, vagy nem rakják le. Ha jön mondjuk 1000 e-mail, az ORFK-hoz, hogy jó napot kívánok, élnénk a csütörtökön adódó lehetőségünkkel, és a Teve utca elé szeretnénk lerakatni egy trafipaxot. És megnézzük jövő héten, hogy mire a Teve utcánál a trafipax. Én a mászatásom a hétvégénként ott szoktam találkozni, néha kipörög a kerék azért, amikor sietünk. Jó, de hát nekik ugye rohanni kell. De hát ugye ez olyan, amikor a hóhért akasztják, ők úgyse tudják milyen, amikor tulajdonképpen mérnek, nem? Hát nekik is azért be kell tartani a közlekedési persze sebességkorlátozást, de a Teve utca Hungária körút az nem egy... Mit csinálsz, hülye vagy? Én vagyok az Lajos! Igen. Na, mi az e-mail cím? Meg tudjuk nézni az e-mail címet, hogy föl tudjuk hívni a Józsefet az ORFK-tól, az Oberling Józsefet, ő egyikben nyilatkozott nekünk, nagyon kedves, nagyon szimpatikus. Csak adáson kívül, hogy mondjon e-mail címet, ahová el lehet küldeni a javaslatokat. Nem? Ha persze, legyen. Már legyen, a polisz.hu a fönt lakossági van. Mószer olyan, ön is a szomszédját, kukac.hu. Na, azt mondja, hogy országos összesítő speed maraton. Igen, én se találom. Legfrissebb híre. De ez a speed maraton, kukac. Ez az? Speed maraton? Igen. Speed maraton, ez lesz az, igen. Így hívják, hogy speed maraton. Igen. Érdekes, hogy egyébként nagyon hétvégés a címe ahhoz képest, hogy egy speed maraton. Hát hogy sebességmaraton. Sebességmaraton. A neve nem rossz. Tehát speedmaraton kukac, ide a megyét kell beírni, polisz.hu. Tehát speedmaraton kukac, Pest megye, polisz.hu. Most én jót mondok? Ez egy nagyon kacifántos. Így nem. Aha, de igen. speedmaraton@budapest.police.hu. Itt van, nagyon jó, ez nagyon az. Jó. Itt vannak az e-mail címek. Bátkiskun, Baranya, Békés megye, mindenkinek egyébként a polisz.hu, meg tudjátok találni az e-mail címeket. Na, te drága hallgatók, a feladat a következő. speedmaraton@budapest.police.hu. Szépen, helyesírási hiba nélkül. Igen. Sok-sok e-mail címről kérjünk egy trafit a Teve utcára. Jó.
Hogy kezdett? Tisztelt, tisztelt ORFK. Vagy drága barátaim. Persze, vezéreim, szőröm, nagyuraim. Drága barátaim. Köszönjük igen. szépen. Tisztelt szőröm, vezérem, nagyuram. Köszönöm, hogy ezen akciójukkal is a nép szolgálatába állna. Madárcsi Csergős, jó reggelt kívánok, egyben tengermély tiszteletem. Hagyjál. De jó vagy. Boldog örömmel üdvözlöm önöket. Kiváló szóljon minden dalakült véreim. Igen, tengermély tiszteletem a nagyuraknak. Drága nagyuraim, szőreim, vezéreim. Nem, hát tisztelt ORFK, élnénk a lehetőség. Április 16-án szeretnénk kérni egy trafit a Teve utcában. És leírni a 13. kerület Teve utca, tisztelettel XY aláírva ellenőrizhető e-mail címmel. Milyen XY? Hát az esetünkben Rákóczi Ferenc. Igen, de én már megírtam az enyémet. De várj, a Teve utca azért aki írt hosszú, e-mailt, hogy hosszú, igen, lehet, hogy mit mondom tudom, neked, a Petneházi, vagy még jobb, igen. Azt mondja, hogy a Gömb utca sarkára, mert az tőlem nincs messze, oda ki tudok menni. El tudom ellenőrizni. Jó? Ja, jövő egy csütörtök, megkérjük a hallgatókat, hogy írják meg nekünk, hogy ott van a trafi. Teve utca, Gömb utca sarok. Igen. Jó. Tehát Teve utca, Gömb utca sarok, oda kérünk egy trafit. És újat? Hát régit szerintem ők már nem tesznek ki. Hát már minden, még van régi hát is. Persze, az összes működik. Ne, hát akkor az újat. Újat. Új mindenképpen trafitra. Az újból. Rájuk ugyanúgy vonatkoznak, nem? Tehát, hogyha ha nem használ megkülönböztető jelzés szirénát mindent egyszer, akkor nyilván ugyanúgy be kell tartani. Hát ugye, természetesen. De hát ők egyébként be is tartják, nem szoktam látni megkülönböztető jelzés nélkül haladó rendőrautót, aki gyorsan megy. Az ellentétét igen, hogy lassabban, mondjuk a 70-es táblánál 50-nel, tehát aki gyorsan megy, olyat nem. Nagyon jó. Tehát Teve utca, Gömb utca sarok. Teve utca, Gömb utca sarok. Jó, aki írt e-mailt, az küldje már el nekünk, hogy ő ezt megírta. De jó? Ha esetleg most hallgatnak minket a Teve utcában az illetékesek, akkor húzzanak már be a Teve utca, Gömb utca sarokhoz, hogy 1,5 milliós trigulát. Tehát speedmaraton@budapest.polic.hu. Teve utca, Gömb utca sarok. Jó, drága hallgatók, írjatok nekünk, hogy legyen egy kritikus tömeg azért, ahány e-mail beérkezik. Aztán jövő héten csütörtökön megnézzük. Nagyon jó. Megnézzük, hogy ott van. Mondjuk ennek az e-mail címnek a kitalálásakor sem az egyszerűség volt a döntő szempont. Hát igen, valahogy meg kellett fogalmazni. Igen. A polisz hosszú vagy rövid így, kérdezi valaki. az igen. Na, És egyébként miért nem csináltuk, azt csak halkan kérdezem. Na, még változtathatunk, még azért olyan sokan nem küldtek e-mailt. Mert hogyha egyetlen egy e-mail se jön ezekre az e-mail címekre, akkor aznap nincs trafi. Hát, azt nem gondolnám. Tehát azért akkor önállóan dolgoznának, csak sikertelen lenne az akció. Érted? Mert ha mi arra buzdítunk, hogy senki ne írjon, nem. Akkor csütörtökön trafimentes nap van Magyarországon. Hát, vagy mindenhol, akkor... Feri. Tehát ez a két ti akartátok. Most kiúztátok egy ufát. Akkor viszont az összes működjön. Hogy arra gondolsz, hogyha megkértük, hogy senki ne írjon, csak ezt nem tudod ellenőrizni. Így viszont tudod ellenőrizni, hogyha kapunk, mit tudom én, 100 visszaigazoló SMS, hogy gyerekek, én is küldtem, akkor jövő csütörtökön meg tudjuk nézni azt, hogy senki nem ír. Egyébként azt nem gondolom, ez nem az az ország, ahol senki nem ír. Nem, hát. Ez szerintem ez nagyon sokan igen. fognak élni ezzel a lehetőséggel, tehát ez még mindig azért a mószerolós, a szúrjunk ki a Józsival, rakja le egyet az ödönék elé, mondjuk mi, akik éppen lerakadtunk egyet. Jó, szörnyű ez az ország, az emberek azonnal élnek ezzel a lehetőséggel. Hát miféle ország, nem akarok egy ilyen országban élni, ahol azonnal lerakatnak az emberek valaki más elé egy trafipaxot. Na, kicsit komolyra fordítjuk, szerintem egyébként ezzel tényleg élnek. Aha, tehát szívem élnek. Szerint én is letetetnék egyet az óvoda elé, csak lusta vagyok, meg tudom, hogy az nem főútvonal, meg mellékút, szinte zsákutca, tehát a büdös életben nem jön ki oda az ORFK mérni. De egyébként tényleg van egy-két hely, ahol a szíved szerint letetetnéd, nem? Persze. Ahol elmebetegek mennek egyébként, nem tudom, kettesbe full gázon. És gyerekek vannak, lakóövezet van, tehát alapjából ez nem egy rossz elgondolás szerintem. Mennek, mint az állat, és most valamelyik nap mentem át a zebrán, jobbra ki kellett nézni azt, hogy zebra főtörzs. Egyébként egy rendőrautót be kellett egy picit fegyelmezni. És legyen fegyelmezős vagy? Tehát így lelépsz? Nem vicces. Jaj, azoktól a gyalogosoktól engem azért a hidegre áll, akik úgy lépnek le, hogy még nem volt lenne a járdán, amikor onnan odaértem, de aztán elkezd megfegyelmezni, amikor meg viszont már esélyem nincs megállni. Tehát ebben az a másik esetben nem fegyelmezek. Csak mondom, hogy pont most hallgattam meg egy interjút ezzel kapcsolatosan, hogy a gyalogosnak mikor van elsőbsége, és ott a pont a Balázsnál, ha lent van a lába. Így van. Na most... Még zebránál is, ha te állsz a zebra mellett. Én sétálok, nem lebegek, mindig lent van a lába. Azt hittem, pokerázva
mész, és a kezed van lent először. Kezeddel. Ha ott állsz az zebra szélén, akkor még, és hirtelen lelépsz, és az autós előtt, akkor sajnos az autósnak igaza volt. Az egy másik kérdés, hogy ha te már jelzed az átkelési szándékodat azzal, hogy közelítesz, akkor ő neki lassítani kell. De amíg nincs lent a lábod a zebrán, addig ő a... Igen, gyomos. Mert van ez a gyalogos, aki fegyelmezni akar, igen. Na attól megörülök, az úgyis lelépek eléd. De te emberi számítás szerint már látod, hogy nem ér oda a járdához, kinéz, látja, hogy jössz, majd gyorsan begyorsít, hogy ő téged megrendszabályozzon, aztán felháborodik, ha elütöd. De nem azért ütöd el, mert nem figyelsz, hanem mert úgy volt, hogy nem lép le. Mondjad, Anna, fogadjunk, te már 3 e-mailt küldtél. Már nem a Teve utcára, hanem már 4-et lerakadtál a szomszédod elé. Hát figyelj, én kérném a Népfürdő utcának, hogy lehetne. Sokkal nagyobb ráció van benne egyébként, mint a Gömb és a Teve utca sarkába. Mert nem hát lehet gyorsan menni, de ez egy kek, hogy lerakják el. Tehát de a Népfürdőn igen, ott száguldozás van, kérem szépen. Oda én kérek egy kamerát, mert ott, ahogy ráfordulnak a Dráva utcáról a Népfürdő utcára, ott nem tudod elképzelni, hogy mi van. Ott nem tudod elképzelni, hogy mi van a Dagálystrandig. Nyíl egyenes út, főleg a motorosok. Jó, de most tehát, nem használjuk már. Kijön a Népfürdőből, és megy a Dagály mellett. A Dráva utcáról befordulsz jobbra a Népfürdőre, és igen. Onnan nyíl egyenesen megy a Dagálystrandig. Hát azért azt ne tudd meg, hogy ott mi megy sokszor. Jó, de most a hallgatóinkat ne használjuk már önös célokra, Anna. Tehát te van egy szent a cél a Teve Gömbbel, érted? Ne tereljük már ezt a Népfürdőbe. Hidd el. Nagyobb ráció van benne, mint a Gömb utcádban. Na jó, de várjál, most mineket a száguldozás nálatunk, már az is száguldozás, hogyha bebolint a vizsla hátul a kalaptartó. Gallótúrót! Nem, ott azért mennek ám 100-zal, 80-90 százal, még többel is. Tudod, hát, hisz méred. Hisz mérem. Hát motorosok nagyon durván tolják éjjel. Tehát amikor tényleg nyári este van, ki van nyitva az ablak, ugye jó kis panel föl van forrósodva, nyitva az ablak, és kihúzatják a motorokat. Mik ez már-már egy szociodráma, amit itt vázolsz, hogy panel, forró lakás, nincs klíma, nyitott az ablak, böfög a szomszéd, búg a motor, ugat a kutya. Bontják az aszfaltot. Szeretkezik a szomszéd a hetediket. Tehát már-már a Népfürdő utcai szociodráma kezd el itt kora reggel kibontakozni. Megint elmarad a Szulejmán. És a barátok közről is. És a Józsi bácsi megint oda gittelt a liftbe. Tehát, hogy... De igen, hidd el, hogy van benne igazság, amit mondok. Én inkább azon gondolkozom, hogyha azt mondod, hogy speed maraton, akkor oda hányan nem fognak H betűt rakni, és hányan nem fognak, hány emberek nem fog megérkezni egyébként az e-mailje, mert hogy ugye hát TH-val van, de TH-val írjátok. Speed maraton. Aha. Ja, tényleg. Kicsit angolosan, magyarosan, ezt igen. A speedet hogy írjuk? Speednek vagy speed? Hát de hát akárhogy írjuk. És vagyon a polisz. Sose láttad még leírva, mindig az orrodban volt. Ja, igen. Leír olyan furcsa fáját, olyan furcsa, hogy ez így leírva az iskoláját. Nem mindegy, szóval. Tehát speed maradhon. Uh-huh. Maradhon. Én írok. És polisz esszel a végén, vagy ce? Jó. Jó, igen, és a hú, az hú, vagy hú. Na, akkor az a Gömb utca jó? Jó, az jó, igen? Az jó. Így van, Teve Gömb sarok. Azt írva, hogy ez egy jobb kezes kereszteződés. Így van, úgy van, hogy ott a jobb kezes kereszteződésben aztán ott... Az mindegy, nem? Hát azt mondtuk, hogy a Teve utcába tegyük, hát akkor... Mi a Teve utca és a Hungária körútnak a kereszteződése? Robert Károly, az Robert már ugye azt hiszem ez. Teve, Robert Károly, de lámpás kereszteződés. Lámpás. Tehát a Robert Károlyra tudsz tenni elméletileg. Jó, hát ott nagyon-nagyon nagy ráció van benne egyébként, meg ott a Honvéd kórház általában belassítanak az autósok. Senki tehát nem ott lassít semmi, be mondom, Népfürdő utca. Senki így nem. Ne, menjél már innen, senki. Meg az egy utcával feljebb van. Ez nem egy veszélyes kereszteződés, ez a Gömb Teve, ebben igazatok van, ezt adom. Most már kitartunk a szándékunkban. Ugye, de azért, mert most egy csomóan elküldték. Viszont a... Jó, elküldték egy csomóan, nézzük meg, hogy lerakják-e. Ha van az ORFK-ra kényű humora, egyébként leraknak oda egyet. Tehát pont semmi. Nem bírálhatják mert... felül, hogy most ezt a szép, hogy hát ez nem is olyan veszélyes kereszteződés. Ha sokan írják, a nép kér oda most egy trafipaxot. A maraton az miért hával, gyerekek? Hm? Miért hával van a maraton? Átszedtük ezt is a német mintán, vagy miért? Miért van hával? Ákos, te sokkal okosabb vagy. Ez egy nemzetközi akció egyébként, és az eredeti német kezdeményezés nevére hadd hívjam fel a figyelmet. Mit hívják? Blitzmarathon. Blitzmarathon. Úgyhogy szerintem a speed marathon az sokkal jobb. Aha. És a maradhon hával. Marad THON, aha. Így van, aha. Előtte pedig speed, amit már lebetűztünk. De blitz az nem villámot jelent? Hát de...
De ez, hogy így hívják a... Akkor mi miért nem villám maraton vagyunk? Hát, azt nem tudom, csak hogy ugye, hogy nem, hogy, ha aki e-mailt küld a mi nevünk, mert tudja, hogy TH-val küldje el, jó? Mert hogy maraton, tehát, hogy speed maraton. Vagy így próbálták megakadályozni ezt, hogy túl sok jöjjön be. Nem jött egyetlen e-mail se. Így sajnos csak oda helyezünk, ahova mi szeretnénk. A maratonra jön, de hozzánk nem. Drága hallgatók, speed maraton. Jó, én most küldjétek az e-mailt, gömbucca. Én nem akarom most már megzavarni a hallgatókat. Tudom, most már gömbucca marad, jó legyen a gömbucca. Sírt a gyerek, vagy fokhagymaszag volt éjszaka, vagy mi van? Teve. Teve gömb. Teve gömb, jó. Teve gömb, de még egy érv, azért a Népfőző utca mellett. Figyelj, a bocsi ott a gépen... arra megy el, ott a Music FM, velem szembe, kihúzatja, tuti ő is hajnalba. Csak mindegy, elárulom csak így zárójelbe jegyeztem meg. Csak elárulom neked, hogy 6-kor reggel, 6-kor kezdődik, és bocsi, előtte bent van. És hogyha, és akkor mi de van? Miért nem lehet kitenni a trafikpasszot? Jó, hogy reggel 6-kor kezdődik, az egész kezdődik. Nap ott van. Tehát az egész nap ott vannak a trafik. Ja, és akkor kifelé is. Hát pontosan, hát miért? Ahogy lemeszelik István Danit, aki smartjába, azért azt megnézem. Hát azért. Smartalján. Azt hiszem, smart. Egy komolyabb passzacél így földönti balra, de egyébként azért azt megnézném, hogy lemeszelik. Na szálljon csak érzemről az izéből. Mi ezt közszereplőről tudjuk még, hogy hol lakik? Tudjuk a kasszáról Szadán lakik, ki tudunk még valakit, hogy hol lakik? De az is jó, ha tudsz munkahelyet. Várjál, Szadán, ő, tudod, ott a hegyvidéken lakik, tehát az ott reggelenként, amikor kiengedi a kéziféket, az is jó, tudod, a munkahelyet. Tehát, ha például a Bereckit meg akarod mérni, akkor tudod, hogy színházazik, előtte volt valahol. És lerakadt a, színház. Egyébként még egy ilyenen gondolkodhatunk, hogy még valahol lerakadt. Hát a mi kerületünkben nagyon sok híresség lakik, így szóval van. Tudnám sorolni. Fegyő. Miért értelmes dolgokra használja a magyar nép, legalábbis a rádiósok ezt a lehetőséget, hogy rakjál egy trafipaxot. Kivel tudnánk, ki fog is szúrni, ki elé rakjuk. Rakassuk a fenyővilló elé, hogy igen, nézzük meg a Fridi gyors sajtát. Papinak van egy nagyon jó kérdése, hogy az jó, ha becécész bennünket. Hát tudjunk róla. Titkos másolat, jó? De inkább a szolgálatnak küldjék. Mi mindig csak titkos másolatban szeretnénk szerepelni. De ne felejtsétek, akkor tényleg pontosan írjátok az e-mail címet. Sped maradhon, police. Így van. kukac.budapest.police.hu. Többet is lehet küldeni egy e-mail címről. Nézzük meg, hogy jó fejek-e az ORF-kánál, és lerakják-e. Azt szerintem, hogy nagy keg lenne, ha ők ezt éreznék, és kicsit így saját magukat megpróbálnák a népekhez egy rádió műsoron keresztül közelebb hozni, hiszen én mindig bírom, ha egy szóvivőnek, egy nagyvállalatnak, egy rendészeti szervnek van olyan humorérzék, ami nyilván nem megy a munkarovására. Ez pont egy ilyen lehetőség, igen, szerintem. Igen, de ne felejtsd el, hogy a rendőrakadémia az egy vicces film, az direkt volt ilyen, tudod, a rendőrség, mert humor azért nem jár mindig. De pont ezeket a sztereotípiákat lehet. Pont múltkor beszéltünk arról, hogy már hány szóvívő jó fej, hogy mindenhol nyilatkoznak, hogy kedvesek, nem, hogy azonnal elérhetőek, nincs ez a jaj, nem nyilatkozhatok, mert akkor most mi lesz? Megnézzük. Jövő héten csütörtökön kiderül. 7:30, pontosan 6 perccel. Aki jelentkezne Óven bácsira, az írjon nekünk SMS-t, mi pedig jövünk, Ákos híre jutam. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 múlt, pontosan 4 perce, jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és azt nézem, hogy valamit elvarázsoltam az SMS falamon, gyerekek. Megpróbáltam a játék megfejtéseket áttenni egy másik doksiba, de olyat csináltam, amihez nem értek. Aha, a sorrendnél. Ja nem az, nem ott. És ott most csoport. Mindent elvarázsoltam. Hm. És más ezért fizetést is kap. Jajaj, nekünk mi a csoportunk egyébként? Hol vagyunk? Tehát, hogy miben vagyunk? Nincs csoport. Én azt látom, hogy csak csoport. Mi ez a rádió? Ti kik vagytok? Kihez beszélek? És ki vagyok én? És egyáltalán. Miért vannak ezek a hangok a fejembe? Mert megint nem vetted be a gyógyszeredet. Hagyjunk békén. Hát ott Zsül. Át akartam tenni az összes megfejtést egy másik doksiba, és ebben a pillanatban mindent elvarázsoltam. A szeretem, amikor olyat csinálok, hogy a Zsuzsa tudja a megoldást, gyerekek. Azért az művészet. Nagy vagy. Az művészet. Megcsináltad? Most kicsit csalódott, hogy aki hamar meg tudta csinálni. Ez nem annyira jó. Azt hittem valami durvába csináltam. Ha Zsuzsa gondolkozik, azt már tudom szeretni. Szerintem egyébként hálás lehet neked a Zsuzsa. Én azt gondolom, hogy hogy őt sokkal, de sokkal később fogja megtalálni az időskori elbutulás, az annak a következménye, hogy te folyamatosan újabb és újabb fejtörőket eszelsz ki neki. Tehát, hogy te vagy neki a saját különbejelentő skandia. Az biztos. Tegnap olyan vírusokat szeret le a gépemről, szerintem, hogy nem tudta, hogy létezik. Még a vírus se tudott saját magáról. 3 óra volt, mire meg tudta tisztítani a laptopot. Te vagy az ő agy trenírozója. Igen. Agytréner. Sebestyén Balázs agytréner. Óven bácsival, Beru nénivel játszunk, jó? Ha valaki jelentkezne játékra, akkor az már ne tegye, mert hogy
elkésett. Hát és a következő órában a háromas ugrásra lehet jelentkezni, de Óven bácsi Berúrénire nem. Megnézzük, hogy ki a hét utolsó játékosa. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Berúnéni a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt kívánunk. Itt van, hallgatunk. Halló. Halló, sziasztok, jó reggelt. Hello, szia. Dávid, honnan hívtál minket? Sziasztok, hát jelenleg Móron vagyok, egyébként Székesfehérváról. Mór, Székesfehérvár. Mit csinálsz? Terítek. Uh-huh. Terít. Vendéglátós tudtokat, tehát ilyen szalvétát, ebből kell valami. Benézhetsz. Azt hittük, valami durvább dolgot terítesz. Ez milyen durva lett volna, bemondod az asmény. Nem, azt nem. És akkor viszed, tele van a kocsit szalvétával? Hát attól függ, hogy mit rendelnek. Tehát van egy internetes oldal, és akkor onnan összekészítik nekünk a csomagokat, és akkor azokat visszük. Tehát szalvétától kezdve ilyen tehát nem papírszalvéta, hanem ez az exkluzívabb ilyen rongyszalvéta, étkészletekből szoktak rendelni ilyen sótartót, és mit ilyen kiegészítőket asztalra vendéglátáshoz. Rongyszalvéta? Van. Hát nem a rongyszalvéta. Kicsit olajos, kicsit zsíros, kicsit. Szövetszalvét, akkor úgy mondom, szövetsz tehát ez az, amit az öletbe terítesz. Ez azért is, mert életedben nem voltam meg olyan helyen, ahol ilyet az öletbe terítenek. Persze, idegen. A sarki lángososnál Lőrincen ilyen nincs, de hogy van az a szalvét, hogy ráraknak a tányérra, és behajtogatod az öletbe, vagy felveszed pár terítet. Az a partner, aminek leszakadt a kötője. Igen. Ha esetleg egy elegáns helyen vagy, a végén becsomagolod a rántott padlizsán. Általában. Én úgy szoktam, hogy ha előkosz a terítő, akkor én egyszerűen ráhúzom az ölemre. Igen, csak szólnak neked, hogy János légyez és viselkedj. Igen. Dávid, játszottál már velünk valaha? Hát én még régen, a kapucsinos időszakban. Na, azok nem mi volt. Az nem most volt. Az nagyon régen volt. Ők Gundiék voltak. Jakubcse, Gundi, ugye? Talán Búza. Igen, igen. És mit nyertél akkor? Akkor még ilyen Danubiusos törölközőt lehetett nyerni, egy baromi jó ilyen szőt törölköző volt. Törölköző volt, tényleg? Igen. Hát micsoda, hát annak idején a kalipszózokni. Azt tudom, a kalipszót, még édesanyám hallgatta nagyon sokszor. A kalipszó az egy és mi volt a játék, mit kellett csinálni? Ott szinonimákat kellett mondani egy szóra, és azt hiszem az aszfalt szaggató, vagy valami ilyesmi volt a maga a szó, és akkor arra kellett egy percen belül minél több szinonimát mondani. Valami ilyesmi volt a játék lényege. Hmm. Két játékos volt, és akkor egymással harcoltak. Mindenki kapott egy szót, és akkor arra a legtöbb szinonimát, aki egy percen belül tudta mondani, akkor az nyert. Diósromos töltelékes palacsinttal, csokiszosszal leöntve segítünk, hogy műsorvezető közül az egyik neve. Búza! Na, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Belu néni. Jó? Oké. Okay. Oh. Már kínai nagydíjon vannak. Aha, ahol. Vagy mutáns szúnyogok. Igen, vagy a birodalmiak ilyenek egy kis repülőkön, vagy mutáns szúnyogok. Igen, mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Na, na, na! Húha. Meghallgatom még egyszer? Hogyne, mutatjuk. Rövid lesz, figyelj. Na, 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 na. Hát az még akár a Titanic betétdala is kezdődhetne így. Kicsit hosszabb betétdala. Igen, szerintem a hosszabban meg lesz, figyelj, mutatjuk. Na, 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 na. Igen, Omega gyöngyhajú lány. Az bizony. A azért megírták, gyerekek. Igen, ezt megírták. Zeneileg igen, csak pont azt akartam mondani, hogy itt a szöveget csak a mondatonként lehet értelmezni. Egybe már nem. Hát de ez akkor is egy oldal. Úgy minden estől együtt. Azért ez igen, egy jó. Ott is azért terítettek előtte még. Ez egy jó oldal. Jól van, megvan Dávid az ajándékcsomag. Kivettük belőle a bögrét, azt már nem tudjuk odaadni, elbuktad, mert hogy nem ment a rövid részlet. Jó? Nem baj, az anyag játszhatunk egy jót. Na, most már van törölközöd, van morning show-s nyakbalkasztód, baseball sapkád. Minden. Ja nem, bögre nincs. Nagyon jó. A kapucsini az hány éve volt? Tíz. Hány éve nyerte?
1-2 Jó, akkor 2025-ben találkozunk. Oké, rendben, így van. Valahol, valamikor, igen. Köszi a játékot, ciao. Köszi, sziasztok, hello. Ismeritek azt a kényszeres típust, mert én már ismerek egyet, aki, hogyha valamilyen probléma van előtte az asztalon, de azt nem tudja megoldani, úgy próbálja meg rendezni a helyzetet, hogy megigazítja maga előtt a papírt, a kis egeret, a kis sotyákat. Na ez Balázs. De nem tudta azt a mappát hova tenni, az előbb Zsülnek a segítségre szükség volt, hogy oldotta a saját belső feszültségét, mindent megigazított az asztalon. Pedig sose szokott. Igen, jó, ez most akkor párhuzamos, igen, ez is így jár. Jó, de te engem monitorozol? Néztem, mondom, hogy a gyerekek, itt rendel elkem mindenek. Itt rend van és fegyelem. Érted? De ez a, tudod, ez a külalak. Tudod, a külalak egy-egy. Jó, oké, nem tudom már, azt nem. Én megbuknék. Igen, de nézze. Nézze, tanár. Milyen szépen vezetem a füzetet. Zsűl egyébként egész hamar megoldotta ezt a dolgot. Kicsit csalódott is voltam. Na, jövünk vissza. A hírek után arról beszélgetünk majd, hogy egy cég bevezette volna a rózsaszín sört. Mert hogy szerették volna elterjeszteni a nők körében azt, hogy sörözzenek. És ezzel. Ezért, és a rózsaszín nem is sztereotíp egyetlen. Igen, és egy teljesen hülye módon bevezették a rózsaszín sört, de valahogy nem volt ez egy jó marketing ötlet, nem vált be nekik a dolog, sikertelen volt a kísérlet, nem működött, a nők nem kaptak rá a sörre. Az alapötlet egyébként nem rossz, de mégis valahogy a dolog elterelődött az igazi szándékától, a nők nem szoktak rá rózsaszín sörre. Hát a klasszik mesesajt jut az eszünk, hogy gyerekek egyenek minél több fehérjét, kálciumot, sajtot, ezért legyen csak is az a sajt, na, akkor majd megszeretik. Hát ki szerettem. Igen, mindenki utálta. Igen. És arról beszélgetünk majd, hogy mi az, amit a férfiak a nőknél és a nők a férfiaknál a mai napig nem tudnak megszokni. Nem tudnak elfogadni, mi az, ami idegenül hat egy férfi kezében, vagy mi az, ami furcsa egy női kézben, vagy ha egy nő csinálja, vagy ha egy férfi csinálja. Rengeteg ilyen dolog van, nem? Amit se a nők, se a férfiak nem tudnak a másik nembe valahogy helyre tenni, elfogadni, tolerálni, mert az bizony nem áll jól egy nőnek. És nincs nagyon rá magyarázat, hogy miért csinálja. Epilátor. De ennek az ellentetje is igaz. Nem, egy látom, igen, nem áll jól nem, a nők kezében? Nem, hogy az én kezemben nem áll jól. Ja, mindig, amikor ne... Móni bejött a fürdőszobába, belép, és azt látja, hogy fel van téve a lábam a kárnak a szélére, és ott zümbögök. Te epilálod a lábszárodat? Néha csak. Nem már! Hát sajnos néha már csak a fájdalomra de izgulok. De ezt tudtad? Nem, de hogy most fogok epilálja a lábát? És rám mondjátok, hogy én vagyok metroszexuális, meg rám mondjátok, hogy én vagyok olyan, mint izé, nem jó, tudom, te is, de most... Te meg epilálod a lábadat. Na jó, visszatérünk erre is, jó? Megbeszéljük a hírek után. Egy perc múlva 8 óra. Erről beszélgettünk majd, hogy mi az, ami jól, illetve pontosabban rosszul áll egy férfinak vagy egy nőnek. Jövünk Ákos hírei után. Amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt, pontosan 14 perccel, szép reggelt kívánunk minden morning hallgatónak, itt vagyunk a Klasszon, és vannak friss közlekedési híreink. Fóton van egy nagyon nagy baleset, többen kérdezitek tőlünk, hogy mi a helyzet ott, segítsünk. Nem tudom pontosan, hogy hol, ennyit kaptunk SMS-ben, ez egy motoros baleset, kerülni sajnos nem lehet, és emiatt van hatalmas dugó. Úgyhogy mindenki vigyázzon, illetve pontosabban ezen SMS írója aztán küldött pár perccel később még egyet, és elmondta, hogy a Károly István úton van ez a baleset, úgyhogy emiatt nem tudtok ki és bejutni Fótra, ezt többen kérdeztétek tőlünk. Kezd beállni az Őrsvezér tér, a Füredi felől és a Fehér út is, Braun küldte nekünk, M3-as Pest felé az M0-ástól beállt, bűrsajt üzeni. Bűrsajt, igen. M3-as 28-as kilométernél van egy trafi a hídról, mérnek Pest felé az új trafival 24 órás futár. Pisti küldte nekünk, Salgótarján, Beszterce lakótelep 21-es úton, a Spár áruház előtt, Szlovákia felől érkezőket mérik. Tibi Csoki küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Valamint Hosszúpály és Debrecen között piros Fordból szintén mérnek, úgyhogy ott is mindenki menjen óvatosan. Sok a trafi ma is, gyerekek. Sok a trafi, de nem elfelejteni, hogy jövő héten csütörtökön mi választhatjuk meg, hogy hova tegyünk trafit. Ugye van az ORFK-nak egy nagy szabású sebességmérési maratoni fesztiválja, lehet így mondani, és a német mintára meghirdetett akció lényege, hogy április 16-án csak ott készülnek majd drága fotók, ahol a magyar lakosság szerint indokolt.
Ugye? Mert erről van szó. És szerintünk a Teó utca, Gömb utca sarokra mindenképpen innen. Igen, ez inkább egy teszt, nyilván ott nem nagyon lehet gyorsan menni, csak kíváncsiak vagyunk, hogy az ORFK-nak van-e ennyi minimális humorérzéke? Szerintem egyébként van. Jani szerint azt mondja, vagy Jani azt mondja, hogy szerintem nincs. Mert ez egy vicces dolog, érted, a trafizás. Igen, de arra kértük ugye a hallgatóinkat, hogy írjanak e-mailt, és küldjék el ezt a címet, mert ugye az ORFK azt mondta, hogy mérlegelik, ha sok e-mail jön, akkor oda letesznek egy trafit. Megnézzük, hogy jövő csütörtökön lesz-e a trafi reggel. Hát persze nem egy játék ez, de hát kíváncsiak vagyunk. Azért ez egy érdekes teszt. De simán lehet, hogy igen, azért hajtanak, hogy gyorsan, mert azt mondják, hogy biztos azt gondolják, hogy itt senki nem mer gyorsan hajtani. Mert hogy ennyi rendőr egy helyen nem koncentrálódik máshol. Itt biztos senki nem mer semmit. Ja, hogy azért nem hajtasz gyorsan a Teve utca előtt? Mert hogy annyi rendőr van közel. Mert onnan ablakból is tudsz trafizni. Meg ahol az ember lassít, az mondjuk a rendőrpalota, nem? Hát ott azért ugye azt gondolod, hogy ott úgy nem akarsz nagyon gyorsan menni. Na, most képzeld el, hogy ott valaki ott kinéz az ablak alatt, éppen iszza a kis kávéját a serif feliratú bögréjéből. Igen, koltal az oldalán. Kiköpi egyszer, csak oda néz, hogy megy az autó. Igen. Ezt így el tudom. Hoznátok egy AMD-t. El tudom képzelni. Na meglátjuk jövő héten, hogy hol, ki hova kért trafit, hova tetette le az ország az ORFK trafiait, és végül mérnek-e. Kíváncsiak vagyunk. Hát ez az ország trafia lesz. Pántlikát minden lábára. Hát ez tényleg arról, hát erről beszéltünk, tényleg arról szó, az, hogy ez jövő csütörtökön az ország lerakhat valahova egy trafit. Na, rózsaszín sör, erről ugye beszéltünk röviden a hírek előtt, érdekes a dolog, mert hogy ez egy marketing fogás lett volna, és egy cég bevezette, vagy szerette volna bevezetni, inkább így mondom, a rózsaszín sört, hogy elterjedjen a nők körébe. Az ötlet egyébként önmagában nem rossz, szerintem, tehát azt gondolnád, tudod, fiatal csajok elmennek bulizni, isznak egy rózsaszín sört, azt gondolják, hogy ez milyen menő, és nem vált be a dolog. Tehát a csajok nem szoktak rá a sörre, a rózsaszín sör nem volt jó marketing fogás, nem szerették meg. Ez egy fokkal jobb, mint az alkoholmentes pálinka. Hát, olyan nincs is, tudod? Azt csak sima gyümölcslének hívják. Ugye értem, hogy miért nem egyébként, tehát hogy a nő nem szeret sörözni, hiába akkor lehet rózsaszín akár színe, lehet akármilyen, nem? Így van, lehet akármilyen színű, meg egyébként a söröző nővel kapcsolatosan is már van, ugye? Igen. Ugye rögtön azonnal beugrik mindenki, na hát egy nő ne sörözzön már. Sörszagú nő. Igen, a rózsaszínnel még, hát nem tudom, lehetett volna javítani, de akkor ezek szerint a piac nem szerette meg. Mi egy sörszagú férfi mennyivel jobb, mint egy sörszagú nő? Szerintem semmivel. Igen. De egy nőnek ugyanolyan undorító szerintem, ha nem szereti a sörszagot, mint nekünk férfiaknak egy nő sörszagú. Nem? Tehát ez egy ilyen diszkrimináció, hogy hát egy nő legyen már sörszagú. Miért egy büdös sörszagú férfi, ha egy nőként nem szeretem, az jobb? Férfias. Elfogadom, nem fogadom el, ugyanúgy utálom, ha nő vagyok. Nem? Várjál, te most szívesen beszélgetnél, vagy flörtölnél mondjuk egy barbon vagy pitralon szagú nővel? Nem, de a nőket kell megkérdezni, hogy szívesen flörtölnek egy sörszagú palival, mert szerintem nem. Tehát, hogy szerintem nincs különbség. Szerintem nincs már egyébként az a fajta sörszag, ami régen volt, tudod, ez mi a... Mi már ibolya szagú a sör, vagy mi? Nem, ibolya szagú, de már most már más egy kicsit, nem? Mint annak idején a kőbambi időszakban. Meg az... valahol a nők szerintem ezt férfiasnak tartják. Tehát azt mondják, hogy persze, kis izé, mackó, kis borostás, kis hogy hívják, kis sörszag van, hát ért. Szóval az én azért megkérdezném a nőket, hogy hány nő tartja azt férfiasnak, hogy mondjuk oda mindig csak férfitól hallottam. Oda bújik, igen, a férfi, és egy büdös, ilyen igazi, ilyen állott, ilyen árpa szaga van, jön a szájából egy büfögésnél a sörszag. Tehát ezért én nem gondolnám, hogy azért ezt a nő nagy többsége. Olyan férfias, ú, de szexi, hogy ott meglepen a hajam, hogy rám fújod azt a sörszagot, ú, de szexi. Én azért nem gondolom, hogy ezt szexinek tartják a nők, vagy hát legalábbis, ha ezt egy nő szexinek tartja, ott nem biztos, hogy a nővel is rendben van minden. Azt kellene megnézni, hogy mik azok a dolgok, amik furák egy nőnél, és furák egy pasinál. És a mai napig nem tudod megszokni, ha egy nő csinálja, egy nő űzi azt a foglalkozást, vagy ellenkező esetben egy férfi. Tehát mi az, ami nem áll jól, és soha nem fog jól állni egy férfi? Most a nagy közhelyeken kívül, hogy mit tudom, epilálás. Erre azért én visszatérnék. Erre azért érjük vissza egy kicsit, igen, egy világomlott össze bennem. Kipróbáltam, hát most érted. Te a rocker, a rége hosszú hajú, a metát hallgató, föltetted a lábodat. És közel panterát hallgatom, meg kellett is fájdalomcsillapítónak. Rettenetes érzés. De miért epiláltál? Próba. Futáshoz jó jön, kipróbál. Nem? Igen, egyébként részben igen. De hát ez gyorsabb olyan, leszel? Vagy? A hasoklára mondom, a sova teszem, csak úgy suhanok, érted, aerodinamikai csoda. Az úszók azért szörtelenítenek, igen, ez a férfi és úszók. És borotválják le a hajukat például, ahogy a cselacim. Így van, hogy gyorsabbak legyenek, tized másodpercek múlnak rajta. Akkor nyilván a futásban is az van. Gyorsabban végzik a fürdőszobába. Hol? Ja, mert ott lepillálok tél sok. Tudod, milyen gyorsan jövök ki után?
és keresem meg a vöröskeresztes dobozt. Ugye, de az például ciki, hogy én mondjuk vágom a szőrt a melbimon körül. Mi de van? Ha csak a melbimbot körül? Tehát máshol nem csak a melbimbot körül? De hogy ne lógjon rá. Ha máshol borot vállom, ott nem vágom. Aha, picit elkezdett zavarni. Hogy nem látszik ki a kis cicid? Igen, addig örüljön, igen. Nem fülszőröd van. Hogy ez... De hát hogy nincs, hogy szedem. Egyre jobban omlik össze. Egyre szörösebb vagyok. Évről évre egyre szörösebb vagyok, és kell, egyszerűen kell ritkítanom. Balázs, értsd meg! De ez mit jelent, hogy az egész mellkasodon szeded? Nem, csak van egy kis borotvád? Csak a bimboim körül. És mindenhol szőrös vagy, csak a bimbod azt körül? Azt vettem észre, hogy aszimmetrikus a szőrzet a mellkasomon. Aha. És hogy az egyik bimbom körül sokkal több szőr nő, sokkal kócosabb, rakoncátlanabb, és én ezt egy picit visszatom nyílni. Próbáltam már, két varkocsban. Tegyere be főttes gumit. Hopp, már vigyázz, eskültettél jó atyámnak, és így énekelnek egymásnak a mellé, meg István is. Hát figyelj, az öregedéssel a férfiaknál ez jár, hogy egyre szőrösebbek. Én nem gondoltam genetika. Volna, hogy konkrétan ez lesz. Ez okay, lesz ebből a, ez lesz ebből a 45 okay, évből. De a cici körüli szőr levágása is csak az egyik. De, csak de, az egyik, hát most mit te? Hát de ki látja? A másik nem nő. Mónika jó, látja. A te kedvedért majd így ilyen hogy hívják? Belenyírsz. Persze, nyesek itt, nyesek oda a levegőbe egyet-kettőt, hogy meglegyen. És ki miatt csinálod, Mónika? Ma, miatt, hát inkább maga miatt. Mónika nem zavarja érdekes módon. Őt már sem is zavarja. Fölül trimmelel, tehát lehúzod borotvával. Nem. Csak a cici körül. Csak a cici körül. Csak ollóval, fazonnal körbevágod a melbimbódat. Kiszabadítom gyakorlatilag. És minden másról szőrös. Így van. Mint egy aszték templomot a dzsungelben. Akkor miért nem szeded le mindenhol? Vagy nem szeded ez a kicsit? Nem kell, mert aszimmetrikus. Biztos, hogy rajtatok is vannak olyan területek, ahol így furamodon egyik helyen nőnek, a másik helyen még nem nőnek. Ezzel nekem nincs bajom, ha ezt egy férfi csinálja. Tehát, hogy ez szerintem elfélyos, ez éde hotelt nézem, gyerekek, ott minden pali szedi a szemöldökét. Na, az például számomra teljesen fura. Van két nő, akik erre specializálódtak, hasznos szereplők egyébként, azért vannak ott, hogy a legtöbb pasinak kiszedjék a szemöldökét. Na, azt nem tudom megszokni. De nem csak a mutánszálakat, hanem így apróra. Tehát, hogy az aprókat szedik. Azért annyira nem vizsgáltam, nem néztem közelről a szereplők szemöldökét, de hogy szedegeti. Tehát a palik szedik a szemöldöküket. Ami nem azt jelenti, hogy egy össze vagy nőve kicsit középen is azt kiszeded, hanem férfiként befekszel egy nő kezei közé, és ki szépen ívre szedik a szemöldököt. Az fura. Na, az például egy palinál nagyon fura. Nem? Az fura. Mert hogy ők gyakorlatilag alakot szednek, tehát nem arról van szó, hogy ami, a túlburjánzott ezeket kiveszi. Igen, hogy mindenkinek elő szokott fordulni, hogy belenéz a tükörbe, és akkor hirtelen észrevesz, hogy úristen, ez egyik szál megnőtt, és 6 centi hosszú. Hogy mi az árnyék? Igen. A szemed kiszedett. Van egy srác, minden részben elmegy szemöldököt szedetni. És szempillát is nyírnak? Hasznos egyébként, tehát hasznos szereplő, tessék. Szempillát is nyír? Nem, szemöldököt, nem, szempillát nem nyír. Hát miért van az a szempilla nyíró szett, amit a nők használnak, hogy egyforma hosszúságú legyen a szempillád? Van ilyen, persze. Persze, ez a két ilyen nagy fém, és a rendszeresen használom, nem látod? Hogy az, én például olyan férfit is ismerek, aki vágja a szempilláját. Göndörítő szemöldök, nem vágó. Levágja, esküszöm. Persze, levágja, göndörítő. És persze. Esküszöm, hogy egyforma hosszú legyen. Persze, igen, és előtte megkérdezi, hogy mit vághatok önnek, kedves Vivien, rövid szemöldököt, közepes szemöldököt. Van göndörítő, miért a göndör szempilla, az divatos. De van olyan, persze. Van a göndör. Tudok egy csomó átültesítésre váló szőrt, annak ha esetleg érdekel, göndör. Nem gönnő fölfele kimerevít, és könnyebben spirálozod. Én hajnal örülök, hogy látok. Én nem spirálozok. Na, de most nem csak ilyen testi dolgokba menjünk, hanem hogy mi az, ami jól áll egy palinak, vagy rosszul áll egy nőnek, de egy palinak jól, vagy éppen pont fordítva. Azt nagyon sokan szokták mondani, hogy az a nő, aki otthon meg tud szerelni dolgokat, az milyen menő. Én például kifejezetten gyűlölöm. Mikor csavarhúzott fog a béka? Igen, igen. És ő mondjuk nem fog. A ganét nálad. Az más. Bocsánat, az a munka, az más, azt meg kell csinálni. De hogy például én azt nem szeretem, meg a béka nem is fogja meg, hála jó Istennek, mert én megcsinálom ezeket a dolgokat, de hogy én nem szeretem azt a fajta nőt, aki majd ő fölfúrja. Ne, hadd legyek én, aki fúr neked. Na, ez például egyetlen nem zavar. Az jó. Nem zavar? Föl a kicsi fúrja. Semmi baj. A fogalom is, hol a fúró. Beton kell kever. Ezzel nekem semmi baj. Tehát ez például ez nekem nem irítál, vagy nem zavar egy én egy nem nőben. Szeretem. Én szeretek ott lenni, segíteni, vagy kicsit úgy a férfiasságodat veszted egy olyan nő mellett. Én meg nem, én sem szeretem egyet, nem érzem. A kérgeskezű nők, tehát hogy... Na most azért ugrottunk egyet, tehát a szagelszívó kicsit zörög húzok rajta egyet, és a kérgeskezű nők azért egy dimenziót ugrottunk
azért a kérges kezű kőműves nőket azért a kis azokat én sem szeretem. Picit ugrottunk azért, tehát hagyjuk a... Megköpködik a tegyerüket, aztán én értem, hogy traumatiz... olasz hívlopát. Értem, hogy traumatizált a múltad, de hogy az... Tehát, hogy azért az egy szem csavar, becsavaró, egy Ikea bútort összerakó nő és az érdeskező nők között azért van egy átmenet. Tehát, hogy na, azt én sem szeretem, na, de szerintem a kevés férfi szereti az érdeskező. Kezükbe köpő. Hát van azért jó. Bajszos marikákat. Akkor az így most megvan. A kutyafáját nézd, ebben egyformák vagyunk, ezt én sem szeretem. Hát azért vannak bennük. Trappolnak kifelé a földnek, a gumicsizmával, azt fölülnek a szetorra. Én bírom, én például nagyon bírom, ha egy nő jól vezet, de most ne abban menjünk bele, hogy mit bírunk. Például a női taxisofőr, értem, éjszaka jön egy női taxisofőr, én nem tudom hova tenni. És nem azért, mert ez egy buta sztereotípia, hogy nők nem tudnak hova jól vezetni, mert ez nem így van. És megkérdezed, hogy melyikünk vezet? Hát, szívem szerint hátra ültetném. De nem, valahogy törékeny, éjszakázik, beszólnak neki, kirabolják, és jön egy ilyen 40 kilós nő, értem, éjszaka, beül, félremegve megkérdezi, hogy hova megyünk, elmondja neki a címet, és egyébként jól, de hazavisz. Mai napig nem tudom megszokni. Női taxi sofőr, nem tudom hova tenni. Vagy női buszvezető, szintén nem tudom hova tenni. Tehát igen, ezek olyan fura. Női focista, az eszem meg. Aha. Látok 22 nőt ott varkocsba fogva rohangálva a focipályán, és én nem értem, hogy egy nő miért megy el focizni. Mikor súlyemelő is lehetne. Mert úgy legálisan tud köpködni. Női box, hasonló szintén. Tehát vannak dolgok, amik nem állnak jól a nőknek, nyilván a férfiaknak sem. Engem nagyon zavar, és tényleg mind a olyan, nem tudtam hozzászokni, ez pedig nem más, mint a férfi csúszkamasszőr. Férfi csúszkamasszőr. Mikor veszed észre a masszázs végén? Mert ebben csak az a rossz, ha a masszázs végén veszed észre. Kicsit nehezebb, mint mielőtt szokott. Mielőtt bejönne, mindig becsukom a szememet. Kicsit sör. Mindig becsukom a szememet, 5 perc előtte csukom, 5 perccel később nyitom. Érted? És egyszer hallottam, hogy nagyon furán ormandulásan veszi a levegőt, és... Tessék, mondjuk Pasi, ide egy hallgató, tök jó, Pasi vékony cigi cív. Nekem azt a hajam kimúlik magamnak tőle. Én is. Aha, pedig nagyon sokan, ugye ez a slim cigi, hogy nincs annyi, nem tudom, nikotin, és rágyújt a kis vékony cigire. És annyira nőies, hogy egy pali kezében nem látod jónak, aha, nem? Hogy ott a kis vékony slim cigit szívja. És észrevetettek, hogy egyébként máshogy is fogja a cigarettát? Hát persze, ezt nem tudom normálisan, hogy összekezdődött. És így ellágyult, tudod, és akkor ő is egy ilyen kicsit ilyen, hogy ilyen kisúlyos, ilyen légiesé válik a mozgása. És az a nő, aki sodorja a cigit? Az a nincs bajt. Hát az is mondjuk, én keveset mondjuk láttam. Az a nyalom. Tudod, mit nem bírok? Férfiak nem? Két dolog, aki melíroztatja a haját. Ez borzalmas, szerintem. Már de gyerekek, hogy az éve már nem. Most már ez nem, ez hajvállózott. Volt egy masszív 25 év az életemben, de azért vannak dolgok, amikor az ember egy rövid időre mellé nyúl. Jó, nálam az 20 év volt. Na, igen, az jó, hát bocsáss meg. David Beckham is sokáig beírozta a haját, már nem csinálja. Most már én sem csinálom, igen. Láttál volna egyébként a női fodrászatba ülni a nők között ilyen celofán darabokkal a hajamban. Úristen, na erről beszélek. És mindig úgy olvastam a Kozmót, hogy ilyen magasra fogtam, hogy ne lássák, hogy én vagyok. És rettegtem, és mindig mondtam a fodrásznak, hogy nincs valami más, hogy ne lehetne más, hogy magasra, be kell ülni a szárítóba sajnos, behajtogatta a cellofán darabokat, és beültem 4 ilyen 50-es nők közé. És végig hallgattam, hogy tudod, megy az ötyeparti. És valaki bejött, aki is, hogy gyorsan elbújtam egy újság mögé. De most se ajánlják? Nem mondják azt, hogy Balázs most nagyon menő megint a habony herhes. Nem, most már elkezdtem masszívan őszülni, és ezzel valahogy megbarátkoztam, úgyhogy nem, már nem elíroztatok, de megértem, hogy nem szereted. Ott ne, az borzasztó, és akkor a szalomban láthattad, hogy egy kicsit arrébb pillantottál a férfi manikűr, amikor gyönyörűen, szintelen lakkal még ki is kenik a körmüket, hiszen köröm erősítő. Hát én ettől megbolondulok. De hát ez nem látszik a szintelen. De jó, ha én látom, hogy ott ül, és manikűrözik, és a végén lakkod. De nem érdez, de borzalmas. Hát csinálják. Mármint, hogy egy pali beül eleve manikűröztetni? Tehát maga a látvány zavar, hogy egy pali ne üljön már benn? Nem tudom, nekem furcsa. Én tudom, hogy nagyon szép az ápolt kéz, meg minden, de az, hogy még lakkot is azt tesznek a végén. Hát honnan el látod? Egyszer láttam egy fotót. De tényleg klassz, meg nem tud nekem olyan nem lehet, furcsa. Hogy véletlen félreértette a manikűrös, mert az úriember csak egy jó franciát kért. És az francia manikűr lett belőle, hogy miért most már vannak ilyen férfi szépségszalonok, oda ciki járni egyébként? Vannak nem, ezek a metroszexuális, ahol csak férfiak nem. Csak férfiak vannak benne, de most attól metroszexuális egy pali egyébként, hogy ő eljár és ő rendben tartja a körmeit. És de még otthon nem tudja rendbe tartani, nem mond már, milyen szettek vannak ma már. Még én sem mennék el, de szerintem kényeztetős. Ja, van kézmasszázs, meg minden benne. Kézmasszázs, kis értem. Olaj a végére, érted, körbereszelik. Nem tudom. Aha. Én akkor is nem, nekem furana. Letépik a szőrt a hátadról, gyantacsíkokkal.
Tudom, hogy vannak már ilyen szalonok, meg én értem én, csak nekem akkor is. Foglalkozásban mi van még, ami fordított felállásban egyébként nagyon fura? Női biztonsági őr. Na, olyat én még életemben nem én láttam. Én szexinek tartom, hát, de... Itt portán, nézz egyszer balra. amikor jössz be, akkor balra, van, amikor mész el jobbra. Na most ebből is hogy tudok én rosszul kijönni, hogy a paraszt, aki csukott szemmel közlegedik a saját munkáján. Itt van női biztonság, de nem lehet, hogy csak egy androgynebb természetű férfi, aki kicsit a mama kedvence, és otthon jól látható van. Így van, jó. Hol? Melyik kapunál? Ha jössz be a főbejárat, akkor jobb oldali kis portánál. Ja, én mindig hátul jövök, adni, nem megyek a főbejárat. Nem, bejövök hátul. És milyen? Nem rossz. Igen? Na, azt nem tudom, hogy a munkáját vagy végül. Tényleg? Életemben nem láttam. Persze. Intézünk neked egy motozást kifelé. Kösz. Az fura. Van egyébként egy ilyen foglalkozás, ami tényleg nem jó. Férfi óvó bácsi. Én tudom, hogy nagyon jó, de milyen az nő is olyan óvó bácsit furcsa. Láttam? Nem, szerintem mindenki ott mindenkit. Ezt mondtam, igen. Tehát óvó bácsi. Óvó bácsi. Bocsánat. Egyébként nagyon fura. Fura. Kicsit fura. Igen. Igen. De hát miért ne lehetne? Hát most attól lehet, hogy egy... És akkor most egyszerre búj, 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 és ezt hallod bentről, amikor mész a gyerekért. Ezek csak óvóbácsik, ilyen nem retardáltak. és rendetek benyomott retardáltak. Igen, azért nem részeg retardáltak a férfi óvóbácsik. Kérem, elhúzom. Kisköcsöve. Férfi stewardess. Nem tudom férfi hova tenni. Nem tudom hova tenni. Szerintem 80%-uk biztos, hogy meleg. Ők járnak a manikűrszalomba. Há, vagy. Na most ők az ő sorsukat is megpecsételtük. Férfi stewardess. Felszállok, ott áll nagyon szép manikűrrel, kicsit affektál, kicsit megy, leteszélném a tálcán a reggelit, rám néz kérdően, hogy innék egy feketét. Coffee or tea. Igen, én dobok neki egy mosolyt, azt ő félreérti. Nem tudom megszokni a férfi stewardesseket. Nem? Mentünk Dél-Afrikába, mi Zsüllel utaztunk ki, ugye mi úgy mentünk, hogy Kairó, Johannesburg, és a Kairó Johannesburg járaton találkoztunk egy édes tündérrel, aki hát gyakorlatilag belém szeretett, nem értjük az alapját. Nem értjük. Várjál, én ültem a szélén, a folyosónál, és fölült a másik oldal karfájára, és édesen elkezdett csevegni. És amikor elkezdett, akkor a fenekedre csapott, és azt mondta, hey, ungar is sem, azt nem mondta, de nagyon vártam. Nagyon vártam. Ugye, hogy a férfi stewardessekben is... Igen, nem volt ugyanaz az nem érzés, mindegyik mint az, meg van, persze én is utaztam nagyon sokkal, tehát van egy tök jó fél, de fura, egy kicsit fura. Ugye, hogy egy férfi... Amikor valami. Egy légörvényen felsikkan. Mi is ül, mint mondja, hogy... Nem, ott csak az volt. Ja, csak az csak volt. Igen, volt. Milyen járattal mentett? Ez valami alternatív járat volt. Egy kicsit, ha megfordítjuk egyébként a manikűröst, ugye, hogy a férfiként manikűröshez jársz, itt írja a hallgató is, hogy a férfi műkörmös. Egyszer beszéltünk egy férfi műkörmös. Igen, aki világbajnok volt. Igen, egyébként a vérprofi. És a férfi műkörmös, tehát aki építi a műkörmöt, csinálja. Az is érdekes. Egyébként fura. Ugye? Épített lábköröm. De tényleg. Atya van Isten. Ilyen, épített lábköröm. Úgy, ne, nőknél van. Én nőknél láttam. Épített lábköröm. Hát akkor férfinél is van. És nem ásóka építette. Az már nem jó ásóka építi. Na jó van, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó, hogy mi az, ami fura egy palinál, ha bármit csinál, mint foglalkozás, vagy mint szokás, és ugyanez nyilván fordítva is, amit egyszerűen a nőknek nem lehet megbocsátani, vagy nem lehet megszokni, ha egy nő ezt a foglalkozást űzi, vagy hát valamilyen szokása van, ami inkább pasi szokás. Jó, írjátok meg nekünk SMS-ben, mindjárt jövünk az SMS-ekkel. Ha valaki hármas ugrást játszana, akkor ők is írjanak, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 van egészen pontosan. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Szép időnk lesz olyannyira, hogy 22 fok is lehet akár hétvégén. Az már nagyon szép. Napsütés és 22 fok, azért kell epilálni most a lábat, hogy aztán a napfény. Ott van a Jani most. Az még derül neki rólunk ebben a műsorban, nem gyerekek? Szóval tényleg mindenünket odaadjuk. Ismered? 20? Mindenünket odaadjuk egy jó poénért, de tényleg. Tehát minden titkunkat, minden félfőrző dolgunkat, hát 20 lassan, 97. És azóta 20 titokban tartotta az epilálást. 18. Idén nyáron lesz 18 éve. Nagykorúak lesztek. Nagykorúak leszünk, igen. Lejött minden? Minden ször? Nem, egy picit féloldalas most. Az egyik jobban ki van szabadulva a két Machu Picchu közül. Hát sajnos ezzel az ember férfike nem tud mit csinálni, igen. Na, ugye arról beszélgetünk, hát ha valaki most kapcsolta be a rádiót, hogy mi az, ami egy nőnek rosszul áll, lehet akár ez egy foglalkozás is, egy szokás, hobbi, bármi, és mi az, amit nem tudunk elképzelni a férfiaknál, az ő kezükben,
vagy ha ők csinálják, vagy űzik azt a dolgot. Tehát vannak tipikusan olyan dolgok tényleg, amik a férfiaknak állnak jól, és az a jó, hogy ők csinálnak, és vannak nőies dolgok. A szerepek sokszor felcserélődnek, és összemosódnak, lásd ugye például női foci, vagy szemöldökszedés, vagy hajmelíroztatás, vagy mellbimbó vágás, vagy férfi manikűr, erről beszélgettünk. Hogy bizonyos dolgokat az ember nem tud megszokni. Ha nőtől látja, vagy ha férfitól. Ugye? Férfi puszi? Igen. Férfi puszi? Férfi. Az már annyira megszokott, szerintem abban nekem már semmi nincs. Hát. Már hogy érted a férfi puszit? Két férfi. Semmi nincs benne. Nekem hát, az már azért nagyon sok. Én nem tudom megszokni, bár 20 éve puszékodik velem minden régen. Régen nem látott rocker címor. Az engem annyira nem. Hát azt már azért nagyon sok helyen látod, de az nem annyira. Igen, rockerek a puszit adnak, tehát az megölelik egymást, az a ninja. Nálunk volt egy kőműves nő, 65 éves koráig aktívan dolgozott a szakmában. Na, az kemény. Na, az kemény. Igen. Az kemény. Igen, a női nőgyógyászt és a női testépítőket nem tudom hova tenni. Puszi nektek, Viki. Így női vagyok. Testépítés. Én nagyon-nagyon tisztelem az összes sportolót és a belefektetett munkát is, de a női testépítők, hú. Nem tudom, én a női boxot se tudom hova tenni, a női focit se tudom hova tenni, és nem mondom, hogy nem ügyesek. Tehát nézed a női futballt, és egy nemzetközi női futballt nézel, akkor egy nem tudom, egy magyar NB1-es válogatottat simán, egyébként simán lehet, hogy leverne egy női válogatott valamelyik országban. Tehát nem ügyetlenek, de a kis nadrágban ott rohangálnak, felfoghatatlan. Még női testépítők, akik valójában őszintén, hogyha már profik, akkor inkább hasonlítanak egy férfire, akiben vannak nőies vonások, mint ha nőre hasonlítanának. Pont most láttam valamelyik nap az egyik égi csatornán egy filmet, egy ilyen női testépítőnőről, egy amerikairól, egy kőprofiról. Hát, basszus, semmi köze nem volt már a nőkhöz, szegénynek. Tényleg. Hát, de tele vannak persze hát hormonnal. Hát egy nőnek azért ne legyen vastagabb akarja, mint neked, nem? Attól függ, milyen vastagat ír. Meg attól függ, melyik ötökre nézel. Igen, meg attól függ, hogy kire nézel, azért az sem mindegy, igen. Megszokni nem, de szeretni igen. Az urológus nőt nem tudom, írja nekünk egy hallgató. Női traktorszerelő volt hozzá szerencsém, szakmai gyakorlaton aranyosnak tűnt, amikor rám ordított, hogy add már ide a légkulcsot te, akkor majdnem sírva fakadtam. Ezt Benny küldte nekünk. Az tök jó, hogy fölvette a szokásokat is, ami a traktorszereléssel jár. Hát ha már csinálja nőként, akkor legyen ilyen, nem? Igen. Add már ide a légkulcsot. Aranyapám, mert úgy nyakom verdeken, leszakad a fejed. Mindig visszataszítónak találtam, ha egy nő fütyül. Nekem nincs vele. Kicsit szeretem, ha egy nő pasis. Tehát azon nekem nincs bajom. Te hogy utálod az utcán? Igen, az jó. Nem, hát hogy mentek valahogy így fütyülget. Képzelj egy olyan emancipált világot, ahol fütyülgetnek utcán, utánad azok a női építőipari munkások, akik ott támasztják a lapát. Logot, cigi a szájba és sör a kézben, üvegben. Így van. Na. Szép jövő. Aztán nézzük még SMS-eket. Azt mondja, hogy én találkoztam egy női biztonságőrrel a West Endben, felébresztett, mert 5 perc elszólítottam. Ricsi írta nekünk. Én a múltkor az utcán egy pipázó nővel találkoztam. Sétált, teszem hozzá. Zárójelben, ugye, hogy tehát úgy pipázott, hogy sétált, írja. Egy hallgató írja. Hogy az utcán is, akkor biztos volt egy milyen világet, hogy már egy fényes nappal az utcán is. Covid forgatnak. Sétált, így van. Pipázó nő. Hát, fura. Az nagyon furcsa. Meg ráadásul a pipadohánynak annyira férfias illata van, hogy hát aztán az... Hát biztosan már női illatban is. Mérünk pont. Van egy hallgatónk, aki Ovó bácsi. Hello, Laci, jó reggelt! Halló, sziasztok, jó reggel! Egy férfi Ovó bácsi. Hát ez szerintem már annyira nem ritka. Egyébként tényleg nem. Nálunk tényleg is nem, van, csak úgy szívesen meghallgatunk téged, hogy... Miféle furcsa tájolás félképpen. Ezt akarta? Tehát megjött a tudatod, és azt mondtad, hogy igen, Ovó bácsi leszek. Azért ez ritka? Ez az a kérdés, amit minden nap megkapok. Kb. Amikor elmondom, hogy Ovó bácsi vagyok, hogy kezdődött az egész. Hát igazából úgy kezdődött az egész, hogy én jelentkeztem a jogi karra. Csak nem volt elég pont a tár, de én azért megjelöltem másodiknak ezt az óvodapedagógiát is, amit azóta nem bántam meg. Egy az, hogy volt 45 gyönyörű lány csoporttársam. Mondjuk, és ez húzó. Mondjuk, hogy osztálykiránduláson azért ott te oda-oda értél, gondolom. Szóval azért ott nagy volt a merítés. Hát vagy azért mondod, mert gyakran felvetted a ruháikat. Volt osztálykirándulás? Nyilván voltak közös kirándulások, de azért a házinyúra nem lövök elvet, azt azért. Ilyen, ott voltál 41 nővel valahol Mátraházán vagy a Bükkben, és 10-kor benyomtad a szunyát, és ott volt 41 kiéhezett nő egy osztálykiránduláson, és soha semmi.
gondoltam, hogy erre a részére fogtok rákérdezni. Hát egy izgalmas érdekes. Te vetetted föl, hogy 41 nővel jártál, igen. Nem én mondtam. Ez a kézenfekvő. Milyen előnyei vannak egy pali ovó bácsi a nőkkel szemben? Egy olyan szakmát képviselsz, ahol azért a legtöbb ember nő. Ingyen piskóta. Nő az óvodavezető, nők a kollégáid. Hát azért ez nem egy egyszerű élethelyzet, hogy mindenki körülötted nő leginkább. Hát azért nem is egyszerű, mert én amikor elkezdtem járni, még elsőben, tehát volt nekem egy másik fiú társam a csoportban, de hétfőn kezdtük el járni, és ő szerdán csatlakozott hozzánk, de én olyan boldog még nem voltam akkor, hogy fiút láttam a szerdai napon, mivel hétfőn is kedden, tehát egy olyan volt 5-6 óránk mind a két nap, folyamatosan lányok között lenni, ennyi lány között, hát igazából... De nem vagy meleg, nem? Nem. Nem, annyira félsz a nőktől, mert úgy érzem, hogy szörnyű volt csak lányok között lenni. Én kiskorom óta erről álmodozom, hogy egy olyan iskolába járjak, ahol csak nők vannak. Sose sikerült egyébként. Jó, de azért ismered milyen a lányok között. Igen. Na ezért kérdezem, hogy... Jó, a biszexre nem kérdezünk rá. Igen, de hogy férfiként csak női munkaerőkkel dolgozni, hát azért az tényleg nem egy egyszerű. Pletykákodnak, csajos dumálások vannak, hát azért nem egy könnyű élethelyzet. Hát én egyébként azt érzem, hogy ha bekerül egy férfi egy női társaságba, azért javít a hangulaton. Uh-huh. Hát meg az alkényeztetés. Hozzád egyébként az apák mit szólnak? Gondolom ők néznek rá talán egy kicsit furábban. Én nem hiszem, hogy egy óvóbácsi tényleg a mai világban már ennyire fura lenne, csak úgy... Van, amikor az anyák néznek furában, de igazából ez csak az első egy-két nap. Utána meglátják, hogy én is ugyanúgy foglalkozok a gyerekével, mint egy nő. Én is el tudom neki mondani ugyanazokat a dolgokat, amire kíváncsi, amikor kérdezi. Úgyhogy igazából meg egy csomó dologban te vagy jó, tehát ha fára kéne mászni, nem? Vagy mit így van, focizni kell a fiúkkal, akkor jó. Azért, ha megemelem a hangom, meg odaszólok, akkor azért csak egy férfi hang a gyerekeknek, és azért jobban felfigyelnek rá. Tök aranyos lehet ilyen óvodai ilyen ünnepségeken, ahol körtáncot jársz egy kicsikkel. Faklumpában. Dadusz cipőben. Csak hűlünk nyilván, nincs ez, nem, abszolút nincs ez a baj. Tehát, hogy... Én tudom, én azért is írtam SMS-t, hogy főleg ebben a mai világban azért, ahol ennyi a válás, ennyi a csonka család, és sokszor a gyerekek az anyával vannak, szerintem nagyon fontos, hogy azért hogy a gyerekkorban is megmaradjon a férfi. Egyébként ebben abszolút igazad van, tehát az, hogy egy gyerek mondjuk kap egy férfi képet az óvodában, ez mondjuk fura lehet elsőre, de egyébként nem gondolnám, hogy ne lenne hasznos. Tehát az, hogy sőt, minél többféleképpen szocializálják a gyereket, főleg ahol tényleg mondjuk csonka család van, és nincs férfi kép, vagy apa kép, ebben tök igazad van. Tehát ez egy hasznos dolog lehet, igen. Igen, meg én úgy tudom tanulmányom során, hogy például Finnországban, ott is akik ebben a korban élő gyerekekkel foglalkoznak, ott is legalább a fele azért férfi. Tehát vannak ennek hagyományai más országokban. Igen, abszolút, persze, nem fura ez, csak miközben egy kicsit humorizálunk, de ez jó, persze, tudom. Velünk együtt jár. Jó van, köszi, hogy elmondtad. Hol dolgozol egyébként, melyik városban? Szeged. Szegeden vagy. Oké, Laci, köszi, hogy elmondtad, jó munkát neked. Egy szép hivatás szerintem egyébként, nagyon fontos hivatás, és szép hivatás is a... Az óvóbácsiskodás, óvónéniskedés fontos. Szerintem a gyerekeink nagy részét ők nevelik az 8 órában. Gondoljatok bele, nem? Egyébként mennyire nem mindegy, hogy kinél van a gyereked, ugye azt gondolod, te neveled, de közben valakinél benn van a saját gyereked, 8-10 órán keresztül. Fajta pótmamaság, hópapaság. Ez egy baromi fontos dolog, persze. Mondjad, Laci? Ja, még annyit esetleg egy ilyen tévhitet elosztatni, hogy mindenki azt hiszi, hogy az óvodapedagógus játszik a gyerekekkel az óvodában. De igazából ez nem így van. Meg sok poént is olvastam már, hogy te csak egész nap játszol velünk, mondja a gyerek, de az a jó, ha a gyerek úgy érzi, hogy ő játszik egész nap, de nekünk azért folyamatos foglalkozások, tervezeteket kell megírni, foglalkozásokat kell megtartani. Hát aki szerintem ezt gondolja, hogy ti csak játszotok, annak vagy nem volt még gyereke, vagy nem járt még óvodában, hát azért az óvodai munkakör azért az egy jóval bonyolultabb dolog. Bizony. Felismerni, hogy kik azok a gyerekek, akikkel baj van, mi lehet otthon, kezelni a lelküket. Ez csak azok mondják, foglalkozást tartani, azért ez egy olyan komoly munka, amit az óvónők végeznek. Csak azok mondják ezt, akik még nem raktak össze 8 doboz legót. Megfogtad a lényeget. Igen, igen. Köszi, hogy elmondtad, Laci, fontos volt, jó volt vele dumálni. Köszi, Laci, ciao, hello. Persze, ugyanakkor nyilván van, akiknek azért ez is fura lehet így. Azt mondja, hogy férfi ápoló furcsa számomra, írja valaki. Én Németországban éltem, női szobafestő volt, és hentes is női foglalkozás sokszor. Új, de szép, puszi Edina, női hentes. Oh. Kész vagyok. Az mekkora, nem? Nem mond már.
mindjárt szétdobom ezt a félsertést. Ah, igen, cigi van a hátam mögött, és véres, véres a fehér inge. Jön be egy félbevágott marhával a vállát, kamiontól. Igen. A durva a férfi védőnő gyerekek. Na azért az meleg. Főiskolán volt egy fiú az évfolyamon, el is végezte a szakot. Férfi védőnő. Ön micsoda, Gábor? Én védőnő vagyok. Ugye? Igen, de édesanyám védőnő, tehát ritkán láttam én is gyerekkoromban, tehát pontosan aha. Tudom a védőnői szakmáról, hogy itt hátrányért, mert pont az egészségükben dolgozik az anyukám, ritka a férfi védőnő. Na várj, de ha ő védőnő, az Juli édesanyád, Józsi néni. Védő? Nincs rá meg. Védő férfi. Védő férfi. Na jó, játszunk egy jó kis hármasugrást, jó? Itt van a játékosunk, akivel már is játszunk. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Hello! Krista, hello Krista! Igen, Krista vagyok, sziasztok! Krista, honnan hívsz minket? Budapestről, harmadik kerület. Na, végre valaki a csak harmadik kerületből, végre, nem a 13, meg a mi az ott közé? 18. 18. Ne szégyelt, hogy te is ott laktál egykor. Hát csak tovább tanult, vagy mi? Egy ideig ott voltam. Ha a harmadik kerületben merre vagy, Krista? Hát Raktár utca. Festői Raktár utca, ne vicc. Szeretted, ugye? Kóborogni. Raktár utcában, oda jártam kosarazni például a Raktár utcában, egy hónapot aztán kivágtak. Tényleg. Raktár utca, ott a Kiszeli utca, Raktár utca, ugye, alternatív közgazdaságért, minden, a fejemben van az egész kerület egyébként. És mit csinálsz? Tudom, szoktalak látni. Tényleg? Igen. Még mindig visszajársz néha. Nagy járóbotos, néci! Nem, már kosarazni. Merre szoktál látni? Az Óbudai részen, Bogdáni út? Nem. Hanem itt a Szomszéd utcába. Aha, szerintem többet elkérdez. Mert még kiderül egy dolga. És mit csinálok? Egy 180 kilós férfival sétálsz kézen fogva egy játszótér. De léha talogat egy babakocsiba, és cíli van a szádba. Jaj, Krista. Mit csinálsz, mivel foglalkozom? Titkárságvezető vagyok. Ajajajajaj, hát ez egy komoly hivatás. Igen. Lehalkultál egy picit, megjött a főnök? Igen. Nem, itthon vagyok szabadságon. Ja, azért. Azt hittük csak, hogy lehalkultál, hogy nehogy többiek elkezdjenek röhögni. Azt hittem, hogy megjött a főnök esetleg, és baj van. Milyenek a kérdések, Jani? Hát szerintem a másodiknál fog vérezni. Szerintem az elsőnél. Ne. De. Ne figyelj. Nem. Én hiszek, Krisztán. Tudod, van segítségem. Na, ki a segítség? Hát drága csöbb gyermekem és a drága férjem. Mi mindenki otthon van? Hát milyen világ ez, nem dolgoztok? A férjem most jött haza. A drága kisfiamnak meg tavaszi szünet van a főiskolán. Ja, drága kisfiam, három éves sem gondoltam. Én is azt hittem, hogy kis pindurka. Kis pindurkának. Hát főiskolai gyermek. Jaj, te kis cuki. Na megnézzük akkor, hogy mennek a kérdés. És itt van a keresztlapjuk és a Vágó István. Így szól az első kérdés nyakbakasztóért. Kie volt Fuknak Kag Fekete István regényében? A nagybátyja. Kérem? Apja. Hogyan? Az ángya. Az ánusza. A menye. A menye. Az agyósa. Úr, ez nagyon régen volt már. És ugye a műben egyszer kétszer, például a tévés esőben egyszer. Gondolj, hogy a fürgerók a láma, suranok is árnya. Hipopian vók. Így van, akkor. De segít! Igen? Tudjátok, hogy még maradt bennem valami jó. Tudjátok, hogy tudok segíteni. Hip-hop, jön. Hip-hop, kie kag. Jön, fuk, tehát kie kag. Nagybátyja. Nem, karak. A nagybátyja. A nagybátyja, a kag, a papája. Papája. Én mondtad ezt is. Tehát mond, mielőtt megírja valaki, mondtad ezt is, csak az volt a baj, hogy egyébként legerőször rávágtad, hogy a nagybátyja, és utána, amikor mondtam, hogy kérem, akkor mondtad, hogy az apja, de... Igen. Így van. Hát... Ez egy rövid játék. Aha, bizony. Krista. Mondtam én, hogy az első... Férje gyereket senki? Dani, fiam nézegette itt, de nagyon ki volt. Hát ő már az a generáció, aki nem ismeri kívülről ezt a mesét. Ez milyen fura, de tényleg így van, nem? Tehát 16-17 évesnek a VUK már nem mond semmit. Mi még ettől elaléltunk, amikor meghallottuk a főcímet, és dermedve néztük a sima bőrű, de egy 17 évesnek ez ma már... És 17 évesem, és már egyetemista a gyerek? Nem, egyébként 21 tassan, úgyhogy... Én miért mondtam 17? Nem tudom, Hát oda jársz a Raktár utcába, mindent tudsz róluk. Hogy ugrott be ezt egy 17 éves gyereket? Nem tudom. Krista, nincs ajándékcsomag, viszont nagyon élveztük a veled eltöltött néhány percet.
Köszönöm szépen. Reméljük te is. Köszi a játékot, ciao. Köszönöm, hello, hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Vukanya meg a fogatlan íny volt. Íny. Íny, igen. Na jó van, 9 óra van pontosan, jövünk Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 4:10 van pontosan, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk, folytatjuk. Az utolsó egy órára fordultunk rá, és aztán megyünk hétvégézni. Gyerekek, csodaszép idő, nyárias időjárás, kora tavasz, késő tavasz, mi ez most? Ez már kora. Kora tavasz, viszont a 22 fok, hát az már az nagyon jó. Kora nyár, nem? Igen. Jól hangzik. Jó, ja, az biztos. Jól hangzik, így van. Na nézzük a közlekedési híreket. Szolnokon mérnek a Tököli úti felüljáró után az autókereskedés előtt. Zsolt küldte nekünk a 8-as úton Ajka és Devecser között, sárga Renault akadályozza a forgalmat. Ezt is Zoli küldte. Aztán trafi a 65-ös főúton Tamási közelében. Az idegszemcse felől jövőket mérik, üzente András. Orci úton a Bíró Lajos utcánál szuper trafi a parkoló autók között. Ezt is SMS-ben kaptuk, valamint Pécelen az M0-ás és a Molkút közötti szakaszon Pest után hatalmas nagy baleset, aki teheti, kerüljön, mert hogy nagy a torlódás. Fontos információ a BKK-tól, hogy továbbra is folytatódik az M3-as metróvonalon a Sincsere program ezen a hétvégén is, és ez azt jelenti, hogy a Leheltér és az Újpest központ között nem fog járni a metró, metrópótló autóbuszok járnak. Tehát, hogyha valaki arra halad, akkor erre mindenképpen figyeljen oda, marha sokat lehet vele idegeskedni. Én elég sokat idegeskedtem vele az elmúlt időszakban. Mindig kiment a fejemből, és azért picit kellemetlen tud lenni, amikor időre mész valahova, és akkor le kell szállni, át kell szállni, megint le kell szállni, megint át kell szállni. Csak ezért. Úgyhogy figyeljetek oda, M3 Sincsere a program. Mi a vársz a metrolás, ha nem jön, akkor fölmész, és akkor, keresed a pótlóbuszt, hogy hol van, nem? Igen. De mondjuk leterelnek mindenkit a metró szerelvényekről, tehát hogy egyértelműen jelzik, hogy ez a metró nem megy innen sehova. Jó napot kívánok, kedves utazóközönségünk, de tök kellemetlen. Mi volt a legtöbb, amit álltál így? Nem is az átállás, hanem a sokszori átszállás. És hogy a Deák téren leszállsz a metróról, fölmész, akkor oda a Madástér környékére el kellett sétálni, ott felszálltál egy buszra, a busz szépen besorolt a forgalomba, az aztán elment egészen a Lehel térig, akkor a Lehel térnél leszálltál, ott átszálltál megint a metróra, és mentél két megállót. Bele lehetett őszülni. Kerékpár. Ott gyönyörűen tudsz kerékpár úton menni végig, tessék bringázni. Uh-huh. Igen. Hát Lőrincről messze van, mondjuk. Ja, ezért a Bubira gondolsz? Akár arra. Egyébként a Bubi az nem plusz. A Bubi azért nem, a jó ötletnek jó ötlet, csak ha kimész vele, ugye már pedig itt Újpestig ki tudsz menni metróval, illetve most nem tudsz, ott viszont már nem tudod letenni a Bubit. Ott nem tudom letenni. Az a baj, tehát venned kell egy lakatot. Én sírtam a rögésről, a Schwabit láttam bubizni, írtam is neki, hogy mondom, tartsák ki 500 méter még, és leteheted. Visszaírt. Összefossam magát. Igen. Annyira helyes volt, épp teker, nem tudom, mit csinált, hogy véletlenszerűen szerint. Kívülről is rossz ötletnek tűnik, András. Igen, mondom, tarts ki 500 méter, és ott a bubi parkoló. Erre azt írta, hogy igen, most próbálta ki, és így kocsiból láttuk. De nagyon tekert, nagyon elszánt volt. Ja. Nagyon elszánt volt, de látszott, hogy nem egyszerű ezt a bubit tekerni. Nem bubiztam még. Milyen? Masszív, elpusztíthatatlan szerkezet. Igen, nem egy könnyű, tehát mondjuk egy ilyen nagyon jó váltós bringához képest ugye vannak nehézségek, de 3 sebességi fokozat, hát én mi Lacival kipróbáltuk, gyönyörűen tekertünk egymás mellett bele a felkelőn. Kicsit emlékeztet a mozgása is, meg a formája is a Tatooine homokúszóira. Én annyira öregszem már, hogy annyira szentimentális vagyok, hogy nézem a bubi kölcsönzőket, és mindig, amikor látom, hogy üresen állnak, kicsit öregszem, hogy van valami a városban, amit szeretnek, és működik. Ez az öregedés jele? Vagy érdekelnek ilyen dolgok? Nyilván. Hogy mindig, hogy tele van, nem működik, miért nem viszik. És de akkor látom, hogy elvittek egy csomót, és még áll 2, akkor jelentős azt, hogy de jó. Aztán megváltod a bubis autót, hogy csak javítani vitték is. Javítás alatt tudod. Szóval, de jó, nem, egy rendszer működik, szeretik, használják, mert hogy azt látom, hogy azért sokan mennek ezzel, hát nyilván ez nem tudom, hogy mennyire reprezentatív. Most szerintem hogy... az élénkülni fog. Én azért elég sokat látok tele.
Tehát onnan csak egy-kettő hiányzik, vagy egyáltalán nem hiányzik. Én nem tudom, biztos van erről egy hivatalos adat, hogy mennyi, mekkora kihasználtsága jelenleg. Nyáron nagyon jól fog menni megint, de én már tudok olyan emberről, aki például úgy jár be dolgozni, hogy elhozza az első bubi állomásig a autóval magát, leteszi a kocsit, bubi, átmegy a bubira, és azzal megy el a következő a munkahelyéig, mert ott van egy következő bubitároló, és leteszi. Az nagyon praktikus. És tök jó. A turisták szerintem nagyon szeretik, és tök egyszerű egy bankkártyával tud működtetni az egészet. Nagyon szuper. De te nem használod, nem? Nekem van bringám, de kipróbáltam már, és van bérletem is, bubi bérletem, tehát ha baj van, mondjuk bemegyek a belvárosba, leteszem a kocsit, és onnan át kell szaladjak valahova, és nem akarok autózni, akkor én tudok bubizni. Tök jó. Öcsisaj. Apukám, érted? Hallott? Szép zöld. Bubi bérlet. Bubi bérlet. Gyerekek, hallottátok a legújabb UFO-s híreket? Csak mondom. De már ne, kérlek, péntek van. Kérlek, péntek van, utolsó óra. Még egy pár óra. Szót a bubiról. Hagyj menjünk szeretném már. Szeretném csak ezt azért így. Úgyhogy nyugi van. Néhány mondat erejét tisztázni. A Bubi János, képzeld el. Nagyon jó, egyébként nagyon jó kezdeményezésnek tartom. Én. Van még néhány információ, amit nem osztottuk meg. Csomagot, nagyon szuper. Értem én, hogy elhessegítitek ezt a dolgot. Értem én, hogy nem akarjátok meghalani. Értem én, hogy megint elindult a terelés. Na káprásztos el minket. Nem arról akarok beszélni, hogy Pataki Attila mit mondott a rejtett kasztról. Pedig azon legalább röhögni. Mit mondott? Nem erről akarok beszélni, hanem arról, hogy nyilatkozott a NASA is, gyerekek. Na végre. Ha ott is ittak valamit, jó van. Nyilatkozott a NASA, és azt mondták, hogy még a mi életünkben találkozhatunk földön kívüliekkel. Ennek megörültem. Aztán tovább olvastam a cikket, annak kevésbé, hogy itt ilyen marsi mikrobákra gondoltak, hogy majd kiderül tulajdonképpen az, hogy a Marson is volt élet. De már elkezdték csepegtetni az információt, hogy a lakosság, azok a meglehetősen szűklátókörű, behatárolt gondolkodású. Akik mi vagyunk én? Kispolgári létben igen? Létező elemek, mint például, amik ti vagytok. Igen. Elinduljon egyfajta tudattágítás a NASA-tól. Tehát ez már kvázi a felkészítés arra, hogy ne érjen bennünket sokszerűen, amikor megjelennek. Pedig micsoda katartikus élmény lett volna, hogyha nem olvasott tovább a cikket, és ott álltál volna nagy találkozásnál, egy nagyon szép tállal a kezedben, ami nemzeti színű szalaggal átkötött kenyér lett volna, meg só, melletted ilyen pártás menyecskék álltak volna, és most ott lett volna az a 3-4 mikroba. Picit csalódott lettem volna. Kedves mikrobák, üdv a földön. Ugye tudjátok, ki az a Bill Clinton? Remélem, békében jöttetek. Ugye tudjátok, ki az a Bill Clinton? Így van. Hogyne. Torkos Clinton. Szaxis Clinton. Szaxis Clinton, igen. Szegény ez lenne most magáról, pedig nagyon-nagyon nagy. A jó dolgokat csinál egyébként. Ez egy leghasznosabb amerikai ex-elnök egyébként. Mert UFO kutató lett? Nem, ő is beszélt az UFO-król, nagyon sok helyen kampányol, és nagyon jó dolgokat csinál. Ez mikor a Mónika le, akkor csillagokat láttam. Arról nem. Azt mondja, hogy szerintem már nem kell sok idő, és hogy találkozhatunk ezekkel a lényekkel. Miért van az, hogy minden öregebb valaki, annál nagyobb az esélye annak, hogy előjön egy ilyen UFO sztorival. Ők már erre nagyon vágynak. Ő azt mondja, hogy szerintem nem mikrobák jönnek, ő is reagált erre a NASA-s kijelentésre. Igen, mikrobák jönnek, a kis rajójukkal. Mikrobá. Igen, mikrobi és az idősebb mikrobá. Igen. A két mikrobá meg a kis fiatal mikrobi. És jó, hogy jöttek, melegítenek egy pohár vizet a mikrobá. Ő azt mondja, hogy szerinte egyébként, és nagyon jó az elgondolás, hogy arról beszél, hogy meglátogatnak minket, hamarosan megtörténik ez a dolog. De azért az ex-elnökök nem hülyék, nem? Nem, egyik sem. Hát, kivételnek. Jó, mondjuk a Bushra ebben a formában nem mondta el. És kérdezték az újságírók, hogy szerint ennek mi haszna lenne. És azt mondta, hogy talán ez lenne az egyetlen olyan lehetőség, hogy egyébként azt a 7 milliárd embert, akik a vallásuk miatt, az identitásuk miatt megkülönböztetik egymást, háborúban állnak, ölik egymást, mészárolják egymást, összefogjanak egy külső ellenség miatt. Hú, de jó lenne. Tehát, hogy megtámadnak de nem, az elmondta, UFO-k, hogy nem úgy, mint a függetlenség napjában ezt, hogy hozzá is tette, hogy nem így. Nagyon beragadt neki ez a csillagháború. Igen. Azt mondta, hogy ez talán egy összefogási lehetőség lenne, hogy az emberiség valakivel összefog, ha egy mondjuk ők bántani akarnak bennünket. Ő nem ismeri az emberiséget? Hogy ott az lenne a vita, hogy ki vigye az UFO-t? Tehát, hogy kinél legyen egy ilyen UFO? Nem, őt arról kérdezték, hogy mi haszna lenne, ha megtámadnának bennünket, és azt mondta, hogy nyilván nem sok, szerint ez nem elképzelhető, de ha megtörténik, akkor talán annyi, hogy mondjuk az emberek összefognának, és nem egymást ölnék, hanem lenne egy közös ellenség. De jó, a legjobb csapatépítő tréning egy galaktikus háború. De ez érdekes, hogy azért ezt most már így a NASA-ból is elkezdték mondogatni. Persze nyilván ők egy picit másra gondolnak.
Obama pilótája is nyilatkozott, azt se olvastátok? Hát nem. Obama pilótája? Obama, van igen. Ilyen, ez ugye olyan, mint Obama testőre, aki UFO? Igen, meg Obama szakácsa, Obama kertésze. De az érdekes, hogy egyre többen mondogatják, aha. Nem? Hát nekem. Egy veterán repülőgép vezető egyébként, aki Barack Obamával a 2008-as választási kampányban együtt repült. 28 éves repülési tapasztalata van. Uh-huh. Azért az... És látott UFO-t? Elmondta, hogy hogy nézett ki, labdaformájú volt, fehér korog, milyen gyorsan ment, 30 másodpercig párhuzamosan repült a gépünkkel, hol volt, hova tűnt, és nyom nélkül eltűnt a felhő között. És Obama is látta? Együtt repültek, vagy ez egy előrepülés volt? Persze, Obama volt a másodpilóta, és odaszólt neki, hogy hé, Barack, nyilván. Nem tudom, hogy Obama ebben a pillanatban mit csinált. De azért ezek nem hülye emberek. Tehát itt nem arról van szó, hogy tudom, félbolond védelmi miniszterek nyilatkoznak, nem? Mert ugye a kanadai védelmi minisztert is egész egyszerűen lehülyéztétek már, hogy öreg. Azért nem, ez nem egy nyomós ér a védekezésnél, hogy hülye, mert öreg. Nem, így volt, nem ebben az összefüggésében volt. Az megvan, ez az összefogott az egész föld minden egyes embere az UFO támadás ellen, összefogott, és vége. Aha, és ennyi. Körülbelül ennyi lenne elpusztítani az egész emberiséget, tehát Clinton bácsi meg egy jót mondott. Szeretem. Uh-huh. Már hogyha megtámadnak minket, akkor mennyire sebezhetőek vagyunk? Igen. Persze. Hát már az a technológia. Ha nem mikrobák, mert oda némi domesztesz is elég talán. Nem, egy azt gondoltam, felvettem nektek, de érzem, hogy nem jutottunk közelebb. De miből? Abszolút. Tessék? De miből érzed? Érzem picit, hogy nem. Nem, ezek csak érdekes dolgok. Ezért már itt nyilatkozik a NASA, ott nyilatkozik a Clinton. Figyeljetek, egyelőre még a holdra szállásoknak a videó dokumentumait sem kapta meg a Feri. Lehet, hogy rossz, Rákóczi pont Ferencet, vagy Rákóczi nem, Ferencet. Nem, Rákóczi kukac. Érted, így volt. És azóta se jön. Nem jön, csak várom. Hát a csillagászunk, emlékszel, vagy az UFO kutatónk, bocsánat, ígért nekünk. A tömeges holdraszállások felvételét ígérte. És úgy azért volt izgalmas, egyébként önmagában én azóta gondolkoztam, mert ő azt mondta, hogy mert a másik oldalára szállnak le. Hogy ezt hogy rögzíted? Mert a holdnak mindig egy oldalát látjuk. Most azért, mert belemészik minden fontos részletbe, azért ezt így teljesen nem értem egyébként. Micsoda? Hát ilyen kis apró részletek, hogy mindig jó. Hát ők látták a másik oldalát. Megoldották. Nyilván nem a ti ágyatoknál fognak állni, tehát azt megértem. De miért nem? Pont bennünket kéne meggyőzni. Nem téged, nem a Pataki Attilát kell, érted? Ő, neki már volt UFO élménye. Te hiszel bennük. Ha én UFO lennék, UFO, akkor én Janihoz szállnék. Hát igen, csak a mi ágyunk be van húzva a falhoz, tehát Móni mellé fognak állni, mert ő fekszik kívül. És ő hisz? Érted? Ha mellettem állnak, akkor azért... Hisz a Móni? Akkor a falon keresztül állnak. Akkor a falon keresztül állnak. Móni? Hisz a Móni? Hát, jobban, mint te. Jobban, mint akkor én. Áthajol a Mónin a nagy szürke, mert van ilyen, a nagy magas, vagy a nagy magas fehér, és azt mondja neked, hogy bú. Aha, azt mondja, bú. Ez reális. Aha, bú, ezt igen. Fogja mondani neked, és te azt mondod, hogy szólok a Ferinek, tényleg léteznek. Aha, érted? Igen. Aztán pedig benyúl a takarom alá, és három új olyat mutat, amiért Móni tízzel se tudott soha. Látod, mennyi mindent tudunk? Nagy, magas, szürke, három újjú. De miért gondoltam, hogy neked azt mondja az UFO, hogy bú, te teljesen egyértelmű, neked meg hozzá nyúl az UFO. Janinak mondja, hogy bú. Tehát a két világ lézet azért teljesen, a szex és a bú. Nem? Tehát azt mondja az UFO, hogy bú. Megvan a szocializáltság felé, hogy bú. Te meg mit csinál az UFO? Megnyúl a poplod a három ujjal. Nem, én úgy értettem, hogy felráz. Hát ki aztán, tehát milyen komoly mélységek vannak bennetek. Azt mondja, bú. Mert 20 évig a tehém volt a legjobb barátod vidéken. Az igen. Nyúl a papola, három bosszújjal, azt jó, megrázza a séket. Tehát egy kicsit próbáljátok meg nagyobb ívben gondolkodni. Mi ebben szántani? Ott kezdtünk. Miért nem mondja azt, hogy röf? De miért nem mondja azt, hogy röf kisgazdám? Ölj meg, hadd legyek sonka. Hogy kitrákodj. Akkor azt mondja, tessék. Véres hurka, Böllér fesztivál. Miért nem ezt mondja? Sabori kóvás. Miért nem ezt mondja? Vagy azt, hogy broáf. Nyúl a papola, szexel velem. Tehát nincs más, csak a disznőlés meg a szex. Ez a világ, ez ennyi, hogy vagy szexelünk, vagy leüljük és a négylábúakat. Is együtt, vagy a kettőt tudod? Együtt csináljuk. Tehát itt semmiféle magasztosabb gondolat nincs, csak hogy egy tehenet utánzó UFO, meg egy UFO, aki benyúl a paplan alá. Tehát ennyi. Magasztosan kezdtük. Ennyi van bennetek, viszont, komolyan. Hogyha belegondoltak, akkor ha mondjuk csak egy szót mondhat, és mondjuk a Ferivel együtt vagyunk abban az ágyban, akkor azt fogja mondani, hogy fröccs. Mert az mind a kettőtökre egyébként nagyon jó.
De gondoltok bele egyébként, hogy milyen érdekes az emberi természet. Kicsit ez nektek tudom megint milyen szántó lesz, ha elvesztettétek a fonalat, szóljatok. Jó, nem, okay. Én bízom a hallgatóimban, hogy ők azért ezt értik, ti egy picit próbáljátok meg elvonatkoztatni a meglehetősen sekélyes gondolkodásokat. Oké, felöltözködtem. Öltözködj föl, gyerek az istállóból. Így van. Te kapd föl valami ruhát, te hagyd ott a malacok. Söpörd le a galét az öledről. Tedd le a vasvillát, te meg... Csirke tollakat a vállamról. Topog le a szart a gumicsizmáról. Azt reggel lett a fogtam már. Tedd le a vasvillát, te kapjál föl magadra valamit. Itt állok már melletted, Feri, felöltözve, köntösben. Egy J betű koronával tetej. De nem Jimmy. Ha végeznénk mondjuk egy közvélemény kutatást, és megkérdeznénk, hogy az emberek hány százaléka hisz az UFO-kban, szerintem sokkal kevesebben mondanák azt, hogy hisznek, vagy nem. Nyilván félnek a megítéléstől, vagy hogy bolondos katujázzák őket. De ott vannak például a nagy világvallások, ez nektek már lehet, hogy ez már nagyon meredek. A kereszténység, vagy a hinduizmus, vagy a buddhizmus. Ezek a nagyok. Többek között nagy például. Aha, jó, na most vagyunk. Mégis van valami, amiben az emberiség hisz, egy megfoghatatlan lény, mint az Isten, a Teremtő, Jézus, Buddha, Mohamed, akik ugye most proféták, nem proféták, milyen minőségben voltak itt, azt nem tudjuk, de hiszünk bennük, nagy világvallásokat alapozunk erre. Azt de ugyanak, akarom mondani, hogy ez mind UFO volt. Nem! Nem ezt akarom mondani, hanem, hogy az emberi természet úgy működik, hogy annak jobban hiszünk, hogy majd ott van a mennyországban, jó, majd találkozunk Istennel, itt van egy puta. Kis lexikon egyik szócikke. Nem, csak mint a természet. Nem, hogy az emberi tudat is ilyen fura, hogy abban nem hiszünk, hogy egyébként egy világegyetem, ami végtelen elvileg, ott lehet egy másik intelligens élőlény, aki egyszer ellátogatna, de hiszünk valami megfoghatatlan, és azt mondjuk, hogy ha meghalunk, akkor a mennyországba jutunk, vagy Istennel találkozunk, vagy Jézussal, vagy Buddhával. Érted? Ami szerintem számomra egy sokkal elvontabb dolog, de mégis meggyőződésünkben sokkal jobban hiszünk ennek, mint annak, hogy valahogy végtelen világegyetem, ez csak idejön valaki. Reálisabbnak tűnik. Aha. Mint hogy meghalsz, és mondjuk a mennyországba kerülsz, amire mondjuk egy világvallást alapoznak. Most hiszel benne, vagy sajátodnak érzed, ez egy másik kérdés. Nem így? Nem érdekes? Tehát vannak emberek, akik jobban hisznek abban, hogy meghalok és a mennyországban találkozom Istennel, mint egyébként, hogy jön valahonnan egy űrhajó, a végtelen világegyetem, egy nálunk okosabb civilizáció, és leszáll mondjuk itt, és azt mondja, na az nem. Igen, mert viszont az, hogy meghalok, és ott vár egy szakállas apuka, az igen. Várja, igen. Felé, megpróbálom, hogy te tényleg, mert én veled azért egy nyelvet beszélek. Na, az van. Na. Nem látod? Megfoghatatlan, mégis van. Trágyaszag. Na? Hát ezt így szeretem bennetek, igaz? Na ezt szeretem bennetek. Na jó, tessék, de az van. Akkor lehet UFO? De mert lehet. Látod a trágyát, érted? Itt volt egy ember, csodákat hajtott végre, utána megfeszítették a kereszten, feltámadt, ott a torinói lepel, egy csomó minden. Ezt ja, az elején még azt hittem, hogy Csiszár Jenőre gondolt. Ezt elviszük, majd ha jól viselkedünk és elnyerjük a méltó jutalmunkat, akkor felkerülünk a mennyországba és találkozunk vele, vagy például Istennel. Azt mondjuk, hogy igen, én ebben hiszek, ennek szentelem az életem. Ugyanez az embert, ha megkérdezett, hogy lehet-e földön kívül, azt mondja, hogy nem. Lehet, hogy a kettő pont nem fér össze nyilván a vallás és a földön kívül, mert az egyik van, a másik borul. Ezért ez egy érdekes dolog, és nem? Hogy 7 milliárdból 6 hisz valamiben, aha, de mondjuk 4 milliárd azt mondja, hogy nincs. És a földön kívüliekben hiszel, akkor az már egy vallás? Nem gondolom. Hát van a kinél egy hát nem erre gondolom, csak több, hogy elvontabb dolgokban hiszünk sokszor, amíg egy ilyen egyszerűbbnek tűnő dolgot, azt mondja az ember, hogy lehet, az viszont lehetetlen. Nem? Mert a vallás az egy más történet. Nyilván persze. Hát kérdés, persze. Az UFO az meg vagy van, vagy nincs. Ha van, akkor mit mond? És kitrákodj. Érted, ezt mondja. Ah, Istenem, na mindegy. Viszont van valami, amit meg akarunk neked mutatni, mert megtaláltuk, illetve pontosabban egy hallgatónk elküldte? Igen, egy hallgatónk elküldte, és másfél órát vett el az életemből, illetve nem tett mit hozzá, soda? Mondjuk fogalmazunk így, és ennek kapcsán meg szeretném kérdezni tőled, Ferenc, hogy a hétvégén, illetve a közeljövőben a nagynyári fesztiválokon várható-e Team Show felé? Jézus, tényleg? Arról még, az még megvan? Gyerekek, feltesszük a Facebookra a linket. Igen, mindenképpen nézzétek meg. Három napja ezen sírunk. Team Show zenekar Team van, Feri. 1800... Hát akkor, ez nagyon régen volt. Mikor? 1988 talán. 1988. 91. Legalábbis a dátum alapján, ami rá van írva, lehet, hogy 91, de bár akkor is nagyon előremutatóan öltözködtél. Ugye? Menő volt, mi? Csak mondjuk el, miről van szó. Egy hallgatónk, én nem tudom, milyen archívum volt, tehát az a zenebutik archívumából. Igen, fönn van a YouTube-on. Tehát, hogy nem egyszerű. Ebből kereste Ferit. Koncertfelvétel az Újkígyósi Művelődési Házban. Az Újkígyósi Művelődési Házban zenélsz, hát figyelj, potyogott a könnyünk, amikor mi ezt megnéztük. Azért nehéz
átadni, mert ugye maga a zene, amit előadtok, a ruhák, a haj, a kinézet, hát az egész nagyon szerethető. Egy korlenyomata. Egy korlenyomat, másfél órán keresztül. Hatalmas tomboló tömeg az a négy ember a színpad előtt, akik csak akkor kezdenek el mozogni, amikor már felismerték a számot. Addig nem. Várnak, állnak, és mindenki egy kicsit így le van fagyva, hogy úristen, itt ma nem fogunk táncolni, és akkor érte, ja, megvan LGT. Nagyon szeretek. Szemetek vagytok. 1988? Hát szerintem ilyen 89-90, igen. Új Kigyósi Művelődési Ház. És szakál. És bozond, és haj, és korzakó. Fi, elképesztő. Jó, mi? Nagyon kemény. Kik a gitáros fiúk mellette? Többen vagytok. Na persze, hát ez egy rendes helyi zenekar volt. Ott Új Kigyóson verbúváltuk saját magunkat, és akkor kedvenc dalainkat elkezdtük játszani, és tömegigény volt rá, hát látjátok. Te tudtad, hogy ezt van a YouTube-on? Én nem nagyon. Próbáltad már eltüntetni. Az életem egy része. De nyilván, hát de nagyon. Indult el a dolog, kész. Hát, hogy annak idején, hogy néztünk ki, azért nyilván mindenkinek elő lehet venni a múltból ja, szép fényképet. Persze, abszolút. Nem, egyébként felismeretlen a Feri. Tehát a hangja alapján lehet csak felismerni. De menő vagyok. Tényleg, a piros nadrágomban. Igen, türkisz póló, és a nadrág, igen. Tehát, hogy így látszik, hogy azért a, hogy hívják, ez a terület annak idején a török ódoltsághoz tartozott. Új Kigyósi Filmmúzeum bemutatja, megőrülök. Így van fenn. Zseniális. Zseniális a videó. Óriási. Nem tetszik még senkinek. Ne, a légyszer, nyomjál már egyet. Akkor azért tetszik elitek. Nyomjál már egyet. Egy, senkinek nem tetszik. Be kell lépnem hozzá. Menjen ja, akkor ne. Menjen akkor meg. 121-et. Figyelj, jó, de ez indulás. Mi dumász, ott táncolnak az emberek, óriási buli. Amikor már felismerték a számot. Hát most hova te, mikor kezdett? Aztán később elvesztették a fonalat. Ezért belekezdtetek. Team show. Igen, az Új Kigyósi Team kötőjel show együttes 91 októberi. Október 6. Na megnézzük 120-ról mennyire tudjuk fölnyomni egy hétvég alatt. Jó, egyébként tényleg szórakoztató a videó, nézzétek meg. Ferit úgy, ahogy még soha nem láttátok. Tényleg. Mindenkinek van ilyen nyilván a munkában, tehát az elő lehet ásni. A múltból mindenki nagyon hülyén nézett ki az akkori ruhákban, az akkori séróval, az de akkori szakállal. Különösen. De ez azért egy jelentős korlenyomat. Felének akkor még egyébként beceneve is volt, ez pedig nem más, mint a Pácsó. Igen. Azt neked sokáig volt. De azt mondtam, ezt igen, el is meséltem a sztoriát. Még a rádióban is egyébként, de sokáig volt. Viszont Pallinak, a gitárosnak Pasó volt. Pasó. Érted, és mindenki show volt, mi? Team show. Ja, gyerekek, de szép korszak volt az. Istenem. Álltak a grupi. Az Új Kigyósi grupi. Persze, csak utána hazamentek libát tömni a koncert után, úgyhogy nem volt semmi a buli végén. Jöttetek az öltöző, és azt mondták, Marika néni, megint maga az. Marika néni, ne haragudjam a Marika néni. Nem mondj Marikát, Marika az anyukám. Akkor Judit néni, megint maga jött egyedül grupikén. Hát Judit néni, szóljon már legalább a barátnői. Tegye le onnan a sarokba ezt a kis hájas tésztát, aztán majd húsvétkor megyünk megvacsorázni. Nagyon jó hájas tésztája volt. Jó, na jó van. Nézzük gyorsan a közlekedési híreket, hogy mi a helyzet. Ha valaki megnézi Ferit a YouTube-on, megtaláljátok, belinkeljük mi is egyébként a Facebookra, és akkor tudtok együtt, most még nem kinevetni, csak megnézni. Az Új Kigyósi, figyelj, az Új Kigyósi filmtár az örömkönnyeket fog ejteni. Figyelj, imádjuk ezerre. Öröm. Jó, hogyha esetleg egy kis stage divingot vártok Feritől, akkor azt nem fogjátok megtalálni a felvételen, veszélyes lett volna az a három ember közé leugra. Nagy Tétényi út Kamponával szemben most állították fel a három lábút, mindenki vigyázzon. Sisti 007 küldte nekünk. M7-es 98-as körnél kamerázzák a Budapest felé haladókat, 4-es úton a 160-as körnél Karcak felé szintén trafi, valamint a 8-as úton Ajka és Devecser között sárga Renault akadályozza a forgalmat. Ezt Zoltán küldte nekünk. Köszönjük szépen. 3-4-10 lesz pontosan 7 perc múlva, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3-4-10 lesz, pontosan 2 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, miről is volt szó. Egy érdekes kezdeményezést hirdetett az ORFK, országos sebességmérési maratonra készül a rendőrség. Ez egy jó dolog, mert hogy a német mintára meghirdetett akció lényege, hogy április 16-án jövő csütörtökön csak ott készülnek majd drága fotók, ahol a magyar lakosság szerint az indokolt. Egy erről dolgot, szól a kezdeményezés. Van, de egy dolgot nem beszéltük át, ez most jutott eszembe, hogy ez reggel 6-tól másnap reggel 6-ig tart. Hogy ez éjszaka is nyomják? Éjszaka is trafiznak, igen. És hogy az e-mail című lesz, miért maradt könyv? Non-stop. Igen. És ugye a javaslatokat jövő keddig várják a police.hu oldalon elérhető e-mail címekre, és elkezdünk gondolkodni, hogy mi hova tennénk trafipaxot, kihez tennénk, kinek a lakása elé,
hova tennénk trafit, és aztán megkértük hallgatóinkat, hogy írjanak ők is a police.hu-ra, mert volt egy ötletünk, hogy hova kellene trafit tenni, megnézni, hogy a rendőrség megteszi-e. Nekünk is leteszi-e oda a trafit, így van. Erről beszélgettünk, valamint ugye a rózsaszín sör is szóba jött ma reggel, miszerint egy érdekes marketing fogással próbálkozott az egyik cég, bevezették a rózsaszín sört, hogy megszerettessék a nőkkel a sörözést. De nem jött be, a termék megbukott, nem szerették meg a nők a rózsaszín sört. És arról beszélgettünk, hogy mi az, ami nagyon rosszul áll egy nőnek, és mi az, ami nagyon rosszul áll egy palinak, mit nem tudunk megszokni egy nőtől, és mit nem tudunk elfogadni, vagy megszokni egy palitól, vagy ha egy pali csinálja, ugye? Tehát itt a férfi kozmetikus és a női sörívás analógiára kezdtünk el gondolkodni, hogy mi az, ami fura egy nőtől, és mi az, ami fura egy palitól. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 7 perc van, pontosan 10 óra. Csabi, hello. Jó reggel. Elkomolyodott a hangod, Ali. Nem, mi a baj? Semmi nagy. De most újabb hírek? Nem, már a stewardess, mondok, mindig férfi stewardess, mondod, ez steward, ugye? Tehát ez nem stewardess, csak mindig rosszul használom, ezen gondolkodtam. Pont ezért, mert annyira szokatlan, hogy még használni sem tudjuk a szót. Köszönöm, hogy megmentesz. Rendes, ez egy nagyon szép húzás volt tőled, hogy így megmentett. Egyébként az nagyon elgondolkodható volt, amit mondatok a védőnő férfiben. Tehát, aha, hogy az védő. Ritka. Védő, tehát mi kapus vagy. Igen. Ritka egyébként, igen. Mi újság, Csabi? Minden a legnagyobb rendben van. Képzeljétek el, hogy hétfőtől be fog indulni egy olyan játék itt a Klassz FM kívánság műsorában, amellyel majd a One Republic magyarországi koncertjére lehet jegyet nyerni, mert ugye közeleg, 6. hó 7-én, és nem is akármi, tehát hogy mit tudom én, játszol, és akkor nyersz egy jegyet. Ötöt. Ah, egy ember ötöt? Képzeld el. És ezt hányszor adjuk, egyszer? Minden nap. Ah, kutya, és ráadásul még a szerencsések találkozhatnak is a zenekarral, lesz egy ilyen meet and greet. Nem kell más tenni, csak figyelni a Klassz FM-et, és aztán majd minden részlet kiderül. Ötlet tini zenekar? A One Republic. Nem? Ja, nem, az a One Direction. Az, ja? Igen. Mindegy. Hagyjad, van, az a lényeg. Akkor ajánlom neked is, hogy figyeld a kívánságműsort, mind a zenekarról, mind a munkásságukról további információkat megtudhatsz majd. Én se tudhatok mindent, jó. Hát a Country Stars az megvan, gondolom. Figyelj, a Laura Ranzau. Na, szeretem azt. Bali, a lényeg az, hogy one five ticket. Ezt kell tudni. Na jó, mi a recept, Feri? Bögrés sütit hoztam. Ugye ott az a lényeg, hogy nem kell méricskélni mindent, hanem egy bögre a mérőeszköz, és akkor egy bögre, másikból két bögre, és mákos süti. A speed maraton után. A speed maraton után egy kis mákos süti. Barack-Lekváros mákos süti, egy mákos bögrés süti. Egyszerű? Tökre. Mi kell hozzá? Mutatom. Össze bögre, kell hozzá egy 2,5 deciliteres bögre. Kell hozzá mák, liszt, tojás, összekevered, kettőt így keversz rajta, belöntöd egy formába, berakod a sütőbe, és kész. Esküszöm. Sütőt be kell kapcsolni? Nem, hidegen, hagyjad úgy a francba, azt egy hét múlva gyere vissza. Azt kész, hát most. Tudod, milyenek a szakácsok? 5 perces süti, tudod? 4 óra után haja még nekál, lisztes mindenem, a gyerek elvitte a sodrófát, sehogy nem áll a sütő, folyik le a mák, tudod? A nekem ez 3 perc, minden 3 perc, mire megtalálom az edényt, tudod? A csirízott szára. Arról én nem tehetek, hogy te nem tudod, hol van a izé. Bögre kell hozzá. Én már itt kell akadok, na de melyik bögre legyen? Igen. 2,5 deci, és oda van írva. Na de melyik a 2,5 deci, és hogy mérem azt le? Ez a villámrecept. Akkor 3 decis. Villámreceptek Rákóczi Ferivel. És itt az 5 perces bögre süti. Megkészítjük a hozzávalókat, felirat 30 perc múlva. És a kész sütőbe. Igen, tényleg nehéz. Az 5 perces vacsora, tudod, elolvasom a receptet, 4,5 perc elment, tudod, szerez meg fél kilós párgát, az a fél órát gondolkozom. Amikor rajta, hogy mi ez a spárga, a tányért, a poharat, meg az evőeszközöket, és hogy lehet 5 perces a vacsora? Hát mert azt nem, a terítés biztos nem számolja bele, és a mosogatás. De ezt anyukám is csinálta sokszor, ez jó, ez a bögre. Bögrés. Így van, bögrével mérsz, mindent is kész, összerakod, egy-két kavarsz rajta, beteszed a forró sütőbe, János, és kész. És utána barack lekvár? Ha akarod, akkor barack, mert a barack lekvár az nagyon jó a mákkal. Hú, na, az mondjuk igaz. Ennyi. Mindig megfogadom, hogy ezeket megcsinálom, aztán... Ezt most meg tudod csinálni. Még mindig az teljes. Az első recept, ez a cékla csipszet sütőket. Nem, figyelj, de az azért, az... hogy ne azt legyen, ahogy nem mondja, maradjon meg. Egyszerű, aztán megnézed a fotót fönt a Facebookon, és rájössz, hogy ez nem. Ez eleve egyébként egy ránézés, azt mondja, hogy nem, hát ez eleve egy festmény. De nem kell úgy csinálni, de most miért nem kell nem úgy feldíszíteni, dehogy nem. Ott egy szelet süti van most is, azért, mert van mellette egy kis ez az nincs is benne a receptben. Itt magát a sütit mondom, érted, hogy az nagyon egyszerű. Jó, csak ezt most kipróbáljuk. Na, ezt most próbáld. Meg tudod csinálni. Most próbálom. A bögrét.
Mi a hívjuk a nap hallgatóját gyorsan. Hát amit nem nyert meg bögrét a hallgató, aki játszott. Azt hazaviszed, azt pont jóra. Abból. Srácok, péntek van, vegye már föl. Majdnem 800-an megnézték a videódat. Meghaltátok, gyerekek, ez figyelj, a videó üzemeltetője, vagy ennek a újkigyusi hírmondónak a tulajdonosa, az most pezsgőt bontott. Bizony. Abszolút, nagyon jó egyébként, igen. És akkor most? A Feri a szakállas Hagrid. Írják, írja valaki, igen. Jól van, Csabi, a zenéket elmondtad? Remek zenék? Még nem mondtam. Milyen, kicsit mi gondban is vagyok, mert amikor új előadót hozok, akkor megkérdezitek, hogy nincs-e valami Stingtől. Ha Stingtől hozom, akkor azt mondjátok, hogy miért vagyok leragadva a régiek. Most az egyszer azt gondoltam, hogy... Nincs valami új Most hozok nektek egy olyan előadót, aki itt van tényleg a pályája elején. Tehát mi lehetünk a szem és fültanúi annak, hogy ő hogyan növi ki magát. Ez jó, hogy rajtunk kísérletezik? Uh-huh. Nem rajtunk kísérletezik, mert ő nem véletlenül ért már ide is, érted? Tehát azért valami van mögötte. Úgy hívják, hogy Alex Adair, ő egy ilyen brit DJ, producer. Az eddigi leghíresebb munkája egy Ed Sheeran dalnak a remixe. De most már van saját jogú dala is, és ezt fogom nektek megmutatni. Én bármit elhiszem. Az eddig legkérdés a munkája egy csengő hang volt a 61-20-as Nokia. Ha azt ő írta volna, akkor ismernénk a nevét biztosan. De előtte már dolgozott az Alcatel Vantage Easy-nek is. Na, meghallgatjuk. Csabi, köszönjük, hogy ajánlottad. Persze, nem. Téged bántunk ezzel. Meghallgatjuk 555-55-00, ez Csabi telefonszáma. Mindenkinek nagyon szép hétvégét. Vigyázzatok magatokra, jövünk hétfőn, ugye? Bizony. Jövünk hétfőn 6 órakor. Szép napot, szevasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország